meg akkor már egyúttal a nézőknek is, hogy az a nagy helyzet, hogy sajnos én, ugye én heti egy-két napban szoktam ápolóként dolgozni vállalkozóként, és behívtak tegnap egy 24 órás műszakra, úgyhogy sajnos én 27-28 órája vagyok ébren, úgyhogy nem vagyok a toppon, de nincs az az Isten, hogy én a Német Pistis interjút azt én elnapoljam, vagy másnapra tegyem. Viszont hát, ha ezt így összehoztuk végre. Hát az kurva élet, hogy ezt semmiképp nem fogom törölni, viszont az a helyzet, hogy én mindig rögtönözni szoktam ugye a kérdéseket, de mivel most annyira nem vagyok a toppon, most kénytelen voltam leírni. Úgyhogy elmondom neked, mi a helyzet. Jó. Mindig ugye sztárinterjúról van nyilván szó. Általában végig szoktam kérdezni ugye a karrier, állomásokat, stb. De meg kell, hogy mondjam, olyan jó munkát végeztetek a Varga Danival nem olyan régen, annyira jó témákat beszéltetek végig, hogy... Ja, nézted? Nézted? Hát, hogy a francban nézném, persze. És ugye nem akarom azt ismételni, úgyhogy én megmondom őszintén, nekem az lett volna az elképzelésem, hogy ugyanúgy ugye a kronológiát betartva, tehát a 2000-es évek elejétől a mai napig, ha végigbeszélnénk úgymond az életedet, viszont mivel most nem tudok annyira rögtönözni, és ugye én is csapongok, meg te is csapongsz mindig, én most leírtam kérlek szépen minden egyes szakaszhoz 5 kérdést. Tehát mondjuk 2000-től 2005-ig 5 kérdés, 2005-től 2010-ig 5 kérdés. Na, nagyjából így felosztottam, és akkor a végén az jött ki, hogy van 30 kérdésem hozzá, hát most amennyire jó, van. Viszont próbáltam olyan kérdéseket leírni, amiket még soha senki nem kérdezett meg tőled, de most nyilván nem láttam biztos minden interjúdat, de ami elérhető volt, azt láttam vagy olvastam annó, tehát nagyjából azért tudom, hogy miket nyilatkoztál ugye a magazinokban a 2010-es években, ugyanazért tudom, hogy miket beszéltél a videókban, vlogokban, stb. Tehát nagyjából azért nyilván képben vagyok, úgyhogy próbálok olyan dolgokra rákérdezni, ami még nem hangzott el. Hát a 30 kérdés, akkor kell a koffein. Az lehet. Már én is bedobtam 2 Red Bullt egyébként előtte, pedig nem szoktam. Úgyhogy figyelj, akkor én ugye nyilván a kettőnk életének, vagy inkább úgy mondanám, az én életemnek van azért mindig kapcsolata a tiédhez valamilyen formában, amiről te nem tudsz. Majd én ezeket mindig be fogom szúrni, de akkor... Jól kezdődik, Sanyi. Nem csak, hogy jól, de nagyon régen egyébként. Egyébként szerintem én vagyok a fiatalabb, ha minden igaz. Te 80? 83. szeptember 22. Pontosan egy év van köztünk, 84. december. Na jó. Okay. Úgyhogy nyilván valamennyire nagyjából egy időbe kezdtük ugye az edzéseket is, meg minden, csak hát ugye a te karriered az ugye egy kicsit más irányba ment el, mint bárki másik. Hányban kezdtél edzeni kb? 2000-ben, pontban. Debrecen. Jó, Pisti, ha készen állsz, akkor vágjunk bele, jó? Oké, és első kérdés, nyilván visszérdekelne engem, hogy honnan a francból tudtad, hogy neked ehhez tehetséged is van? Mert mindenki azt hiszi, hogy van, de általában több évedzés kell hozzá, hogy ez látszódjon. Viszont te az elején fogva tudtad. Nem voltam benne biztos, hát az elején meg egyáltalán nem voltam benne biztos. Tehát amikor elkezdtem 1999-ben, most érted, voltam 15 éves, tehát az egy dolog, hogy akkor már vicces, de vagy 6 éve olvastam testépítő magazinokat 15 évesen, mert 9 éves korom óta olvastam. Na most emiatt, hogy már 9 éves korom óta olvastam testépítő magazinokat, én nem azt mondom, hogy értettem hozzá, de legalább annyi fotót láttam már, hogy hogy kell kinézni, mik azok az arányok, amik az 1-2-3 helyezetnél, a legjobbaknál, a sztároknál vannak, hogy ahhoz próbáltam viszonyítani. Tehát azt néztem, hogy na hát, hogy esetleg tudnék lenni olyan, és ahogy így haladt előre az edzésem, és hozzáteszem, ez fontos lenne a jelenlegi generációnál szerintem, akik versenyezni akarnak, hogy én anno el is mentem versenyekre nézőként. Hány éven át? 99, 2000, 2001, 2002, 5 szezonban, tehát 19 éves koromra 5 szezont Magyarországon végignéztem onnan, a nézőtérről. Mert manapság ez egyre kevésbé fontos, hisz fölmész az internetre, megnézed, mi az új update, jó, oké, ő nyert, oké, köszi, de ha ott ülsz, akkor jobban felfogod, hogy oda való vagy-e, először is, másodszor, hogy te valóban akarod-e ezt csinálni. Mert aki csak az interneten nézi meg, nagyon sokszor visszajelzések alapján látom, hogy az interneten tetszik meg neki a versenyzés, amikor bele kell tényleg fogni, úgy van vele, hogy te hülye vagy, ennyi mindent kell csinálni. Hát ne haragudj már, én ennyit nem fogok csinálni.
mert nem tudják előre. Na mindegy, szóval ennyi. Ja, hogy honnan tudtam? Én nem tudtam, de ez azért vicces, mert ki tudja miért, gondolom összefügg, mert azért eléggé hasonlít, hogy ugye én később belekeveredtem a pankrációba, ahol, amikor bejössz ilyen promókon, ilyen videókon, akkor előadsz valami történetet, és beleéled magad egy helyzetbe, ami nem te vagy. Tehát te elképzelsz valamit, vagy mondanak neked valamit, és azt te előadod, hogy úgy van. Na ez színészet, az meg a realitás volt nekem, hogy én ezt szerettem volna. És én ezt el is mondtam mindenkinek, és szerintem ezzel csak annyiban különbözök másoktól, hogy szerintem otthon ezt mindenki elképzeli magának. Csak nem beszél róla. Mert útközben rájön, hogy hát nem biztos, meg lehet, hogy mégsem vagyok annyira jó, vagy nem lesz pénzem jövőre, vagy ezt még sincs kedvem megcsinálni, ez túl sok edzés. Én meg így annyit beszéltem róla mindig, de személyesen is. Tehát ha mi találkoztunk volna 2001-ben, amikor én voltam 18 éves, és összefutottunk volna egy edzőterembe, te megkérdezted volna tőlem, hogy hát és te gyúrsz, és akkor mi a cél? Hát mi a cél? A legjobb testépítő lenni Magyarországon. És ez, mi? Hülye vagy? Tudod? De ezt annyira akartam, hogy ez így szinte kényszerített is rá, hogy hát már annyit beszéltem róla, most már hosszára megcsináltam. De szóval ennyi volt az elején. Tehát a kérdésedre a válasz, fogalmam nem volt róla, én szerettem volna, és úgy láttam, van rá esély, de egyáltalán nem voltam benne biztos. Akkor mondok egy érdekeset, mi találkoztunk 2003-ban a Phoenix csarnokban, és én oda mentem hozzád egy közös képre, egy barát. Ez a Bajnokok éjszakája a Szeged. Nem, nem, Debrecenben volt egy, akkor rendeztek két évben egymás után ilyen profi versenyeket Debrecenben a Phoenix csarnokban. Oké. Bizony. Sárga bodyfites felsőben voltál, oda mentem hozzád egy közös képre, és korrekt, amit most mondtál, ugyanis valóban egy közös képre, ugye odaálltam mellé a barátommal, csináltunk egy képet, megkérdeztük tőled, hogy akkor mi a terv, és azonnal elkezdted mondani, hogy te leszel a legjobb magyar testépítő, és profi leszel, szóval ezt most nézik, én ezt most igazolni tudom, hogy te valóban ezt a 2003. Hát ezt azért jó eletaláltuk, mert ezt azért nem beszéltük meg. Azt említetted telefonban, mert egyszer beszéltünk telefonon, hogy találkoztunk, de most én ezt így nem raktam össze, hogy én ezt mondhattam neked akár. És utána, és valóban 2003-ban a Bajnok éjszakáján ott is közös képről odaálltam, és ott is mondtad valóban. Okay. Így van. Okay. Jó, következő kérdés. Ugye minden fiatal mindig azt szokta mondani, hogy amikor elkezdi a testépítést, hogy ugye jön az, hogy mit kell enni, megtanulják, hogy hát ehhez azért táplálékegészítők is kellenek, hogy rájönnek, tudod, 15-16 évesen, hogy ennek azért anyagi vonzata is lesz, és ugye nyilván te is elég hamar rájöttél, hogy ennek anyagi vonzata is lesz. Tehát fiatalon ezt te hogyan oldottad meg? Támogattak-e a szüleid, vagy elmentél egyből dolgozni? Tehát hogyan alakítottad, hogyan teremtetted meg a körülményeket ahhoz, hogy te 10 évesen elkezdj edzeni komolyabb szinten többiek? 15 évesen kezdtem el edzeni, és a szüleim mindenben támogattak ezzel kapcsolatban. Én Kecelen laktam és nőttem fel, ez Bács-Kiskun megyében egy ilyen 10 000 fő körüli város, és én ott kezdtem el edzeni egy garázsban, illetve otthon, akkor költöztünk egy házba, és az emeleten az egyik szobában, egyelőre csak így a betonon, így elkezdtük így gyűjtögetni, amiket én kinéztem a magazinokból, hogy hú, apa, van ez a pesti bolt, ez a nem tudom micsoda, itt lehet kapni ilyen francia rudat, ez azért jó, mert ez nem egyenes, hanem ez így meg van hallítva. Megint az ilyenek. És szépen egyre több minden lett, majd végül faterom is heggesztett már gépeket. Tehát ilyen irányban is, illetve anyagi szempontból is. Most ez így hülye hangzik utólag, meg hát erre azért már korábban rájöttem volna, hogy ugye én teljesen azt hittem 15 évesen, hogy itt minden a táplálék kiegészítőkről szól. Tehát, hogy itt kell enni valamit, akkor még fogalmam nem volt arra, hogy mennyit kell enni, mert csak egy átlagos gyerek voltam, aki nem volt nagy étkű. És még nem tudtam, mennyit kell enni, ezért úgy voltam vele, evés, kit érdekel, azt a sok szart, azt viszont be kell szedni, mert minden champion azt szedi, és biztos, hogy abban van a lényeg. És hát most így azt kell, hogy mondjam, hogy hát szegény szüleim ezt ki is fizették, hogy én mondjuk egy nyáron meg akartam csinálni egy 8 hetes Majomex kúrát szeltekkel, meg nem tudom mivel. És én ezeket a dobozokat gyűjtöttem is, tehát nekünk a házban volt, ezt anyukám még tudják,
a házban volt, ugye én az emeleten voltam, és volt ott egy kis galéria kiépítve. És ott a galéria körül így raktam körbe egy majomexes csokoládé, jó. Majomexes vanília. És így körbe volt rakva az egész. Mert ez is ugye érdekes, de már a vizualizálás megvolt, hogy hát amióta én olvastam ezeket a magyar magazinokat, amikben a SciTech hirdetések voltak, 97-98, hát én ott akartam lenni azok közt, érted? Akik reprezentálták a SciTech-et. Hát, hogy én az az atléta akartam lenni, és aztán láttam, hogy ja, és az összekötetésben a SciTech-e, jó, hát akkor azt kell csinálni. De mi akarok én lenni? Ez. Mi kell hozzá? Ez. Oké. Okay. És semmi más nem érdekelt. És igen, ebben támogattak, és utána és a kajával kapcsolatban még sütésben is. Tehát édesanyám az összes kajámat egy adott időintervallumban, szinte az összes kajámat ő csinálta. Szóval minden, hogy ahogy csak tudtak, támogattak ezzel kapcsolatban. Hozzáteszem, hogy az még beletartozik a történetben, hogy a történetben, hogy 15 éves koromig, amíg én el nem kezdtem a testépítést, addig állandóan küzdöttek velem, hogy egyek már valamit, bármit. Ropi, chips, földi magyaró, almalé, ilyenek. És onnantól kezdve ettem én húst egyáltalán, mert a húslevesben lévő húst így megettem, hogy mi a faszom ez. Így. És utána elkezdtem a testépítést, és így vasárnapról hétfőre elkezdtem négy szilárd étkezést enni, meg két turmixot, meg hatszor enni, és anyukám még annyira örültek ennek, tehát, hogy ők nem tudtak semmit erről a gyúrásról. Ők csak annyit láttak, hogy a gyerek egyik napról a másikra annyit akar enni, mint még ember soha. És hogy eddig meg soha nem akartam enni, és ők így voltak, hogy hát ez a testépítés az a legjobb dolog, ami történhetett veled. Úgyhogy igen, ők mindenben támogattak végig, most is, szóval. Oké, és következő, Pisti, ez egy érdekes dolog, de ugye mondtad, hogy te kijártál már akkor versenyekre, és én nekem a legelső verseny, amire eljutottam, az a 2003-as, ugye bajnok éjszakája volt, tehát én azelőtt nem voltam versenyen, és az érdekelne, hogy amikor te kijártál versenyekre, még ugye csak mint néző fiatalon, kik voltak akkor a színpadon, tehát kik voltak azok, akikre akkor te felnéztél? Felnéztél egyáltalán valakire úgy, hogy én olyan akarok lenni, vagy te már az elejétől fogva az első német Pisti akartál lenni? Én sok emberre, sok magyar versenyzőre felnéztem, csak mikor elkezdtem magyar versenyekre járni, akkor először így nem tudtam összerakni a képet. És mondom, voltam, hány éves voltam, amikor elkezdtem járni? 16-ot már betöltöttem. Tehát 16 éves koromtól kezdtem el járni magyar versenyekre, de mondom, előtte én akkor már 6-7 éve olvastam minden megtalálható magazint, azok meg ugye Mr. Olympiával stb. Vannak tele. Tehát én azon nőttem fel, hogy Lee Haney először, aztán Dorian Yates, aztán Ronnie Coleman, meg ezek a srácok. Most ezt hogy mondjam, ezek után évek, és én nem egyszer olvastam el egy magazint, hülye vagy, hát én állandóan ugyanazt a magazint elolvastam, újra, itt is vannak még mindig. És kimentünk utána a 99-es Superbody-ra, érted? A legizmosabb ember, de magasan, és így néztem, hogy ilyen létezik, az Tito Raymond volt. Mert ugye meghívott vendég volt, ott volt Tito Raymond, Brian Glynn, Jose Raymond, stb. Ezek a srácok, Mike D'Angelo, hogy hívták? És ezek a srácok olyan 70-80 kilók voltak. Igen. És ők ott így szupersztárnak néztek ki, mondjuk a Mantamás mellett, és a Mantamás az egy kurva jó felépítésű, szerintem nagyon jó magyar testépítő volt. Akkor főleg 98-99, én Mantamást úgy néztem, hogy úristen, de ő nem szerepel filmekben, vagy valahol, tudod? Hankó Dáviddal voltam így. Ja, igen, a Hankó Dávid is, igen. Hankó Dávid, na annyi volt, hogy ugyanez, amit mondasz, csak én már akkor úgy voltam vele, hogy de lába. A láb. Úgyhogy, ja, már nem tudom, mi volt a kérdés. Ja, igen, a magyar versenyek.
A magyar versenyek meg ennyi, hogy utána kimentem ennyi magazin után a magyar versenyekre, és hát ők alacsonyabb szinten voltak, mert hát amatőr magyar versenyeket láttam. Szóval először nem értettem, mert eleve nem értettem, hogy de miért annyival izmosabbak az amerikaiak, mint a magyar amatőrök. Nem fogtam föl. És akkor úgy voltam vele, hogy nem baj, ez egy olyan sport, hogy folyamatosan menni kell, és egyre-egyre jobb leszel. Ők most itt tartanak, majd ha tovább mennek kitartóan, akkor úgy fognak kinézni, mint Kevin Lebroni. Úgyhogy így fogtam föl. De az elején mondom, úgy voltam a magyarokkal, hogy hát ez valahogy így más. Aztán utána néztem a régi magyar versenyeknek, és akkor kezdtem realizálni, hogy áhá, visszamentem ilyen 68-ig, a Tasnádi Laci bácsi volt a abszolút magyar bajnok, őt ismerettem a Fitness 2000-ből személyesen, aztán utána jött a Bitter István is ott volt, jöttek a Pintér Feriék, amikor versenyeztek a 70-es, 80-as években, lehet, hogy 80-as években már nem, a Kokó, ugye a Kovács István, még akkor indult versenyeken, és amikor annak az erának így vége lett, utána jött az, ami engem igazán érdekelt a magyarok közül, ez a Kisjenő, Lantos Johnny, ott volt még a Kardos Lajos, ha emlékszel rá. Tehát ez a csapat, akik így sokkal-sokkal fölötte voltak az előző generációnak. Aztán utána mondom, 99 ősztől elkezdtem járni minden magyar versenyre, onnan Bács-Kiskunból mentünk föl szüleimmel együtt, és néztük a versenyeket, és amikor mondom a 1-2-3, mit tudom én, 4.-5. szezont megnéztem, akkor így eldöntöttem, hogy jó, nem csak, hogy akarom csinálni, de úgy érzem, hogy készen is állok rá, tekintve a junior teenager kategóriát, hogy úgy voltam vele, hogy szerintem felálltok ide. Nem azt mondtam, hogy ó, hát sokkal jobb vagyok, hanem, hogy hát ezt megpróbálnám. Jó, akkor ugye a versenykarriered előtti időszakot megbeszéltük, akkor nézzük a te versenykarrieredet. Tehát nézzük akkor a legelső versenykészülésedet, a legelső versenyedet, és honnan a francból tudtad, hogy kell felkészülni egy versenyre? És miből gondoltad, hogy te készen vagy arra a versenyre? Ami egyébként nem más volt, mint a... Hát a 2002-es magyar bajnokság, IFBB magyar bajnokság, illetve utána valamikor a 2002-es Superbody. Ez a két első testépítő verseny, ami Budapesten. Ekkor már én fent laktam Budapesten, és a Coco Gymbe jártam edzeni. A Népligetbe. 2001. decembertől dolgoztam együtt Kokóval. Itt annyira részletezni, nem akarom a dolgokat, nekem ő egy isten volt. Tehát én mindig őt láttam a versenyeken, őt középen, fú, főbíró, ki ő, úristen, ki az a kopasz ember, hogy hívják? Megláttam egy, tudod, ez a 2002 social media, meg telefonok, mobiltelefonok nélkül, meglátsz egy embert, az fú, ki a faszom az? Mindig ott van így középen, ki az? Aztán látsz egy magazint valamikor, de lehet, hogy fél évvel később, érted? Kinyitod, figyelj már, hát én ezt láttam már valahol. Ki az? Nézd, jobbról, kicsoda, Kovács István Kokó. Tehát így jössz rá 2002-ben, hogy ki ez az ember. És végül mondom, én 2001 decemberben felhívtam telefonon, Kecerről, a szobámból, 18 évesen, ezt ugye Daninál is elmeséltem, és onnantól kezdve vele dolgoztam, de ezt úgy kellett elképzelni akkoriban, hogy két hetente feljártam Budapestre, lenyomtam egy edzést, amin ő nem vett részt, csak ott volt valahol az épületben. Néha odajött a kávéval, azt mondta, nagyon jó vagyok. Aztán ennyi. Látott bennem fantáziát, de én akkor úgy indultam nála, hogy egy ilyen kis alacsony, kövér, keceli gyerek. Aki ráadásul naturál volt. Bazi nagy lábakkal. Igen, bazi nagy lábakkal, de hát full aránytalanul, sajnos. És hát mit mondjak? Az első felkészülés, amit kérdezted, hogy hogy kell felkészülni, fogalmam nem volt róla, és nem kaptam én akkor még irányítást. Tehát most mit mondjak, én először irányítást, 2002-ben kezdtem versenyezni, először igazi irányítást 2007-ben kaptam. Tehát 5 évvel később. Jó, szóval annyit mondtak, hogy hát Pisti azért fogyni kéne, egyél kevesebbet, ott van a futógép, arra mennyi rá, és ennyi, edzél többet.
egyél kevesebbet. És így elkezdtem alakulni, akkor párszor ugye Kokónak nagy ritkán pózoltam, de akkor jött be az életembe Lantos János, akit én így 2002-ben meg 2003-ban így követtem, meg zaklattam, meg ilyen jegyzett füzettel mászkáltam utána tollal, és szerintem már meglátott, akkor úgy volt vele, hogy mert jobban voltunk utána, de hát az elején én csak, na ki ez az kisrác, mit akar? Mert hogy jöttem a kis jegyzetfüzetembe, és fölírtam kérdéseket, ő meg csak a büfébe valamit enni akart, tudod. Én meg így odajöttem, hogy szia, hát itt kérdeztetek valamit, ő meg azt hitt, hogy ja, persze, kérdez, én meg így elővettem, hogy, hogy akkor ezek vannak, amit fel akarok tenni. Na és ő sokat segített nekem, de úgy, hogy most nem rosszból mondom, csak úgy segített, hogy én mindent így kiszedtem, amit csak lehetett. Viszont pózolásban csak ő nézett meg, és mondta azt, hogy figyelj, ne haragudj, ez nem jó. Vagy azt mondta, hogy jól alakul. Na, tök mindegy, körülbelül 3-4, vagy akár hát 3-4 kilóval biztos fölötte voltam annak, mint hogy ki kellett volna nézni. Ettől függetlenül, mit tudtam én? Hát fogytam 12 kilót, mondjuk, valami ilyesmi, 12 kilót fogytam, és magamnak úgy voltam, hogy hülye vagy, sosem néztem ki ilyen jól. Ugye? És akkor felálltam a színpadra, a magyar bajnokságot megnyertem, a juniort, az mit tudom én, 21 alatt volt. És utána elmentem a Superbody-ra, ahol szintén megnyertem a tínédzsert, a 175 centi alattit. De 2002-es mumusom Tóth Dániel ott lovagolt már a nyakamban. Jó, semmi közöm nem volt ugye Danihoz 2002-ben. Sajnos utána nem is találkoztunk színpadon, úgyhogy ez ennyi volt. Egyszer találkoztunk, akkor ő lett az bajnok, és ő lett az abszolút bajnok, én pedig az alacsony bajnok. Ez volt az első szezon. Én emlékszem egyébként ugye a 2002-es magyar bajnokságon ugye a képekre, amiket akkor a Hardbody magazin lehozott, egyébként elég jó minőségű képek, és akkor tényleg az jött le, hogy a színed milyen marha jó volt, mert te voltál a legbarnább a színpadon, meg a lábad milyen bazi nagy volt, és utána a következő képriport ugye két hónappal később a Master Sportban, azt hiszem, az meg a Superbody volt, és ott is lejöttek ugye a képek, és ott már sokkal jobb formában voltál, és ott már nem volt akkora különbség, és itt azt szeretném kérdezni, hogy amikor 2002-ben ugye a Superbody-n ott indultál, emlékszel, hogy ki nyerte akkor a Superbody-t? Úgy az egészet? Az egészet? Jó, oké. Nyerte, és a második lett a Bernát, és amikor te őket láttad testhez... Ja, igen, és az volt talán a kezdete a Grand Prix kategóriának, vagy valami Akkor adták ugye a motort az első helyezetteknek, én emlékszem, ugye Dani is nyert motort a... Oké, most már tudom, persze, csak ők teljesen külön, ők voltak a Grand Prix, nem? Így van. Valahogy itt teljesen külön voltak. Ja, jó, igen, az úgy nekem így akkor ott kiesett, mert most már én is a magazinokból emlékszek arra, amit mondasz, mert amikor ott voltam, gondolom, érted, hogy mire gondolok, hogy ott voltam tinédzserként, és az, hogy az a Grand Prix annyira olyan elérhetetlennek tűnt, hogy jó, vannak azok a srácok, de az mindegy. Mert hogy te annál sokkal lejjebb vagy, és hogy... Na most ebben az érdekes, hogy ugye az érzés érdekelne, hogy mit éreztél, amikor te élőben ott meglátod akkor ugye a Tozót meg a Bernátot, mert ugye most lelövöm a poént egy évre rá, te már velük egy szinten versenyeztél, sőt, ugye most nem akarom lelőni a helyezéseit 2003-ban, de az a lényeg, hogy te egyetlen egy év alatt felnőttél hozzájuk, tehát azt érezted, hogy te nagyon messze vagy tőlük, vagy már akkor is tudtad azt, hogy te ezt hamar meg fogod tudni lépni, ezt a szintet? Hát én azt hittem, hogy az el fog tartani egy ideig, amíg én utolérem őket, csak akkor még azt nem tudtam, hogy lehet kokszolni is. Érted? Tehát én imádtam edzeni, meg imádok edzeni a mai napig, és én úgy edzettem addig a pontig is, meg utána is, de addig nagyon fontos, te is tudod biztos, nagyon fontos, hogy naturál edzés az teljesen más. Tehát minden, amit beleírsz abba a kis jegyzetedbe, ha egyáltalán írod a edzésnaplót, minden, amit abba beleírsz és javuló tendenciát mutat, az egyértelműen neked köszönhető. Tehát, hogy gratulálok, megtetted, amit megkövetelt a haza. Na most
ha amikor cuccolsz, és mondjuk már profi szinten vagy, akkor úgy írogatod, hogy tudod, ilyen munkaszerűen, na, oké, és akkor ez történt, ez történt, ez történt. De te tudod, ha van eszed, hogy azért történt, mert elkezdted a trend, és bla 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 bla. Aki meg alacsony szinten van, azok meg úgy vannak vele, hogy szedik a kúrát, hogy na, és fejlődtem 6 kilóta, nem tudom hol. Na, de miért? Hát semmivel több munkát nem tettél bele, haver. Na mindegy, szóval nálam az volt, hogyha én ezt naturálon akarom tovább csinálni, akkor például egy Bernát, például egy Tozó annyival magasabb szinten van, úgy értem, ezt is te érted meg, aki járt már ott, hogy úgy élőben. Itt teljesen más. Tudod, amikor így meglátod, de ott úgy backstage-ben, tehát az a legfontosabb. Nem fönn a színpadon, mert az ilyen túlzás, az a angolul exaggerated, az ilyen sok, mert akkor a fények, meg minden, akkor ilyen elérhetetlennek tűnik. Jó, de gyere be backstage-be, és ott meglátod, hogy baszki, ez nem trükk, ez tényleg így néz ki. Hogy sokszor még brutálisabban, mint fenn a színpadon. Igen, igen, igen. Mert akkor realizálod, hogy baszki, ez tényleg így néz ki. Mert fenn a színpadon úgy vagy vele, hogy csak a fények. Ja, mindegy, és, igen, és annyira távolinak éreztem őket, hogy én úgy voltam vele, hogy fú, baszki, rengeteget kell fejlődni, tele voltam motivációval. Tehát akkor azt hittem, jó vagyok, a faszt vagyok, jó. És én úgy mentem neki a 2003-nak, hogy na majd most. Szabad ne fel, Pisti, csak említettél egy dolgot, ugye te is látod biztosan mostanában egy ilyen trend, ez a folyamatos lobbukolás, ugye a progresszív terhelés, leírnak mindent az emberek, és ez egy ilyen trend ma, hogy ha nem írod le, ha nem vezesz lobbukot, akkor nem is vagy igazi testépítő. Holott te már 22 évvel ezelőtt ezt csináltad. Én nem tudtam, hogy trend, mert én ezt nagyon rég csináltam már, ugye. Pontosan ez a lényeg, hogy te már ezt 22 éve is csináltad, viszont akkor ez egyáltalán nem volt így szóbeszéd. Tehát én akkor ugye emlékszem a riportokra, ahol te mondtad, hogy írod a szetteket, írod a súlyokat. Én arra is emlékszem, hogy te mondtad, hogy te fontba írod, és nem kilóba. Igen, meg én naponta kétszer leírtam. Azért naponta kétszer, mert az edzésen piszkozatot írtam egy lapra, utána este bemásoltam a könyvembe. És most ez ugye 22 évvel később már trendi lett, és akkor meg senki nem csinálta, de te igen. Tehát te honnan vetted ezt a logbukolást? Tehát honnan vetted, hogy mindent írni kell? Mert akkor ezt nem csinálta ám túl sok mindenki. Ez jó kérdés, ez egy nagyon jó kérdés, mert általában így mindenre így azonnal vágom. De fogalmam sincs abból a szempontból, hogy gondolom én, hogy akár olvashattam valamelyik testépítőtől, én úgy gondolom, hogy valamilyen cikkeket olvastam, hogy muszáj leírni, fontos leírni. Ettől függetlenül én szerettem irkálni mindig. Tehát, amíg nem, tehát ez is nem tudják elképzelni a mostani emberek, hogy ugye állandóan lógsz a telefonon most, de akkoriban meg nem lógtunk a telefonon, és én például irkálni szerettem. Most mit csinálsz? Nincs telefonod, nincs... Én a mai napon leírom egy kockás füzetbe az edzéstervet. Ja. Van. Igen. Már úgy tűnik, hogy már öregek vagyunk ez. Szóval, igen, gondolom, olvastam róla, hogy ez fontos. Iskolába jártam, ugye, és füzeteim voltak, ennyi. És így elvittem iskola után a füzetet, hát mondom, leírom már, mit csinálok, és ennyi. Jó, tehát akkor megvolt ugye a 2002, ugye ott belekóstoltál a versenyzésbe, látva kell felnőni, és egy évre rá pedig, hát lényegében jöttél és taroltál. Először ugye a transformációs képeiddel, én emlékszem azokra a három egymás. Igen, igen. Majd ugye hát, mint tudjuk, jött a Superbody, jött a bajnok éjszakája, tehát hogyan emlékszel a 2003-as évedre, hogyan nézett ez ki? Mert ugye mondtad, hogy 2003-ban már oda tetted magad, akkor ezek szerint nyilván 2003-ban kiegésztők téren is ugye szintet léptél. Hogyan élted meg azt, hogy te alig, hogy 20 évesen, voltál egyáltalán 20 éves? Ja, persze, hát igen. Akkor a versenyszezon előtt egy hónappal töltöttem a 20-at. Hogy alig 20 évesen gyakorlatilag a top 3 magyar testépítő közé tartoztál így hirtelen egy pillanatról a másikra. Nagyon furcsa volt egyrészt, másrészt minden jól sült el 2003-ban, minden. Hát jó, most 2002-höz képest biztos. Szóval ennyi, tehát még sokkal jobban oda tettem magam egész évben. Semmi más nem érdekelt. Semmi más. Tehát csináltam más dolgot. Ez most ilyen beteges? Tehát ilyen visszagondolni ilyen teljesen agyfasz, de jó, hát az is, hogy 20 éves vagy, az is más.
azért már most 38, nehéz belegondolni, hogy milyen voltam 20 évesen, és néha, hogyha találkozok, beszélek egy 20 évessel, akkor így rájövök, hogy ja, hát ők teljesen máshogy látják a világot. Tehát az is elősegíthette azt, hogy máshogy, és kicsit homályosabban látják a világot a 20 évesek, hogy engem tényleg semmi más nem érdekel. Tehát nekem megvoltak a 2002-es eredményeim, megvolt az edzésmúltam, ez volt a célom, és így. És a villamoson így mentem így. Ez a motivációs videó, amikor tudod így bemutatnák így olyan videóklippeket, amikor mindig így csak így fókuszálsz, meg sosem mosolyogsz, meg minden. Hú, csak így meg kell csinálni, hú, csak a munka, és akkor végén így fölemelik a kezed, tudod, és nyersz. Na ez voltam én, hogy de nem éreztem magam rosszul. Tehát nekem ez nem volt olyan, hogy nem csináltok semmit, meg nem gondoltok másra, csak a testépítés. Nem, engem tényleg ez érdekelt, és ezt szerettem csinálni, meg ez volt, ami motivált. Aztán persze, igen, a cuccok. Hát most nem tudom, mennyire menjek ebbe bele, érted? Tehát én már 5 évvel ezelőtt is erről hablatyoltam az interneten, szóval szerintem már túl vagyunk ezen. A cuccokról annyit, hogy 2002. októberben, novemberben voltak ezek a versenyek, és én ezért 2002. decemberben, én akit értem, mindenkitől elkezdtem kérdezősködni, nem a cuccokról először, hanem csak arról, hogy mentem oda versenyzőkhöz, akikkel így összetalálkoztam ezeken a versenyeken, és tudtam, hogy pestiek vagy odajárnak a terembe, hogy tudod, meglátsz valakit, hogy te is versenyzővel, ciao, mi a helyzet? És utána már összetalálkozol vele máshol, tudod, mi a versenyző vagyunk, tudod? És minden ilyen embert, aki fölöttem volt, ahhoz oda mentem, és kérdezősködtem, és mondtam, hogy figyelj, és mit gond, láttál színpadon? És így mondták, hogy blablabla, és figyelj, és a felnőttek közt, hogy mit kell nekem csinálni. Tehát, amikor már a tizedikhez mentem, vagy mit tudom én, akkor már tudod, csak eljátszottam, hogy ugyanaz a kérdés, adom a hülyét, hogy és mit kell csinálnom szerinted, hogy mit kell. És mindegyik azt mondta, hogy te nem kokszolsz, te hülye vagy? Így. Mert ugye akkor a dumám volt a testépítésről, meg így, meg úgy, és így mondták, hogy és akkor te nem kokszolsz, te hülye vagy? És akkor így felfogtam a dolgot. Na mindegy, és akkor ilyen kúrát elkezdtem, hogy tesztoszteron propionát, meg Winstrol, ennyi. Egy szem provironnal, bum, minden nőtt, minden erősödött, mert én még többet tettem bele, hát erről szól a teljesítmény fokozás. Tehát én beletettem valamennyit naturálon, és elértem, amit elértem, majd utána felfokozta valami az én teljesítményemet, és 150%-ot tettem bele onnantól kezdve, és így örültem a fejemnek, hogy ha-ha, olyat csinálok, mint még soha. Nem az, hogy hátradőltem, hogy tolja a seggemet az a sugárhajtás, ugye, a ilyen-olyan injekció. Nem, hanem még többet beletettem, hogy tök jó, többet bírok, jobban regenerálódok, tetszik, ami történik. Úgyhogy ezt csináltam, érted, megcsináltam két kúrát, addig a 2003-as versenyig, abban már ugye a szálkásítás benne volt, és én nem azt mondom, hogy most én voltam a legszálkásabb 2003-ban, de végre egy ilyen vállalható versenyformával felálltam, és teljesen átalakítottam a helyezéseimet. Úgyhogy nagyon boldog voltam 2003-ban. Én emlékszem, hogy akkor ugye a verseny kritikák, mert akkor volt ilyen magazinokban, hogy versenykritika, meg elemzés, szó szerint idézem, miszerint ilyeneket írtak rólad akkor, azt hiszem ez konkrétan vagy Bani írta, vagy már nem is tudom kicsoda, hogy tinédzserbe úgy kinézni, hogy te kinézel, az pofátlanság, ezt a szót használták akkor. Kovács Zsolt volt, igen. Így van. És akkor ugye megvolt ez a Superbody, aztán pedig jött ugye a bajnok éjszakája, ahol én először voltam akkor testépítő versenyen, szóval lehet, hogy azért emlékszek arra úgy, mint talán minden idők legjobb versenye, amin valaha én ott voltam, de lehet, hogy azért nagyon nem is fogok mellé azzal a hangulattal, ami ott volt. Tehát te hogyan emlékszel a 2003-as bajnok éjszakájára? Hát ugye akkor abban az évben három versenyen indultam, a Magyar Bajnokságon, a Superbadin, meg ugye ezen a bajnokok éjszakán, és hát én ide erre a bajnokok éjszakájára egyrészt már korábbiakhoz mérten is sokkal magabiztosabban érkeztem, mert addigra már ugye felnőtt magyar bajnok voltam, országos,
Országos negyedik, Superbody abszolút bajnok. Na, ezek nekem ilyen vadinúj dolgok voltak, tehát amikor elmész egy versenyre, és előtte egy hónappal kaptad ezeket a címeket, akkor tudod így úgy vele, hogy hú, most én itt szintet léptem, jaj, de jó. Ez volt az egyik, hogy az önbizalom az már nagyobb volt, viszont olyan jó versenyzők indultak ezen a versenyen, tehát hogy magyarországi testépítés krémje, hogy egyben úgy is voltam vele, hogy na jó, én javultam, de hozzájuk képest még sehol nem vagyok, úgyhogy egyrészt örülök annak, ahol vagyok, másrészt ezek miatt nem aggódom, mert ők jobbak, mint én, úgyhogy én teljesen nyugodtan, boldogan, vidáman, energikusan mentem arra a versenyre. Én emlékszem egyébként, én ugye akkor ott voltam, és az első sorban ültem ugye Béláékkal, ugye Kati Bélával, és nem, megmondom őszintén, elég szoros volt az egyébként veled és Vékony Zolival, ami azért kurva nagy szó, mert a Vékony Zoliról van szó, aki szerintem akkor volt csúcsformában, tehát azért az nem semmi. Annyi, hogy igen, és én nagyon boldog voltam ezzel, meg nagyon büszke vagyok rá, hogy ez ilyen fiatalon nekem sikerült pont ott akkor, de a háttér sztorinak azért hozzátenném, hogy 2003 november van itt, és akkor éppen Vékony Zoli egy komoly visszatérést szervezett 2004 tavaszra, ahol is ugye az Európa-bajnokságra készült. Magyarul én egy félkész Vékony Zoli mellett néztem ki jól. Azért... Mert szerint... tavasszal sokkal jobb volt. Tavasszal sokkal jobb volt annál Zoli. Tehát tavasszal odaálltam volna Zoli mellé, azt mondtam, hogy jaj. De nem biztos, mert ugye következő év tavasszal meg te is sokkal jobb voltál, mint 2003-ban. Az igaz. Úgyhogy ezzel át is tudunk ugrani a 2004-es évre, ahol megint jött ugye a Superbody, és megint jött a bajnok éjszakája, és én emlékszem, meg szerintem az én korosztályomból, akik ugye akkor tényleg fanatikus rajongói voltak a testépítőstek, mindenki emlékszik, hogy ott volt köztetek egy nézeteltérésnek próbálták akkor a magazinok beállítani egy ilyen közted és a Tozó között, de mennyire volt ez valós, és mennyire volt ez komoly? Még annyit így előtte hozzáfűznék a 2004-nél szerintem fontos megemlíteni, hogy abban az évben lett az, hogy én tényleg ez a 0-24 órás testépítőnek érezhettem magam. Akkor volt az, hogy oda költöztem a Fitness 2000-be. És ott laktam, és hát innentől kezdve ugye Pintér Feri megszponzorált ezzel a lakással, ezért nekem semmit nem kellett fizetni. És innentől kezdve, hát ha lehet, akkor még jobban fókuszált voltam. És ugye 2002-ben már ugye fejlődés, 2003-ban még egy jobb fejlődés, 2004-re hát úgy voltam, hogy atya úristen majd most, mert ugye ahhoz, hogy a legjobb magyar testépítő legyél, már úgy értem legalább egy aktuális évben, ugye legyél az abszolút magyar bajnok. Ugye nekem ez így volt, hogy 9., 4., most mi lesz? És készültem. Na most Zolihoz visszatérve, miközben én készülök ezerrel, már tavalyról, 2003-ról, valahol, de ezt meg nem mondom neked hol, lehet, hogy 2001-ről beszélünk, tehát ez egy ilyen kicsit korábbi sztori, és innen indult az egész a Zolival, ezért fontos megemlítenem. Johnny és Tozó versenyeztek. Tisza kupa? Én nem tudom. Lényeg az, hogy valahogy úgy volt, ez nekem nagyon homályos már, de most így eszembe jutott az Olival kapcsolatban, és muszáj megemlítenem, mert ez volt a trigger, hogy Tozó valamikor Johnny előtt végzett, volt ilyen valami? Na mindegy, lényeg az, hogy úgy mentek egy versenyre, hogy Johnny oda nagyon készült, hogy jön a Tozó, Tozó nagyon készült, hogy jön a Johnny, és hogy majd ott összecsapnak. És nem tudom, melyik verseny volt ez, de 2001, ha jól emlékszem, és Johnny nyert. És valami negatív volt az egész hangulat a backstage-ben, mert Tozó nem ismerte, de rossz kedvű volt után, mindegy. És lényeg az, hogy ez egy sztori volt, amit mi mindig beszéltünk, hogy Johnny odament kezet fogni, és hogy állítólag a legenda szerint Zoli nem fogta meg a kezét. Most ez vagy igaz, vagy nem, szerintem már egyikük se haragszik meg erre, meg biztos ezt már ők 10-szer megbeszélték, de én nekem Johnny akkor az egyetlen személyes, már úgy értem, hogy minden nap találkoztam vele,
Tehát élőben vele találkozhattam egyedül ilyen gyakran, aki ilyen testépítő legenda, és nekem olyan Isten volt. És az, hogy valaki nem fogadja el az ő készfogását, az nem tetszett nekem. És valamikor 2004 nyár végén, vagy valami, ugye őszre készülve, én akkor hallottam, hogy hát a Tozó nagy erőkkel készül az őszi versenyre. Én meg úgy voltam, hogy áhá, na majd most, majd most. Mert ugye 2003-ban közös fotónk is volt, hogy ő lett a Grand Prix abszolút, én meg a Teenager Újonc Open. Újúj. És azt így hú, de sokszor megnéztem azt a magazint, hogy be tudom hozni, egy vagy két év alatt tudom behozni, nem tudom. Na mindegy, és ez a lényeg, hogy én hónapokon át többek közt így mentem bele abba a magyar bajnokságba, hogy Tozó, most megmutatom neked. Aztán ennyi, és ez csak így ott így kialakult. Én tudtam azt, hogy akármilyen formában is lesz, már úgy értem, akármilyen jó formában is lesz, én leszek hátulról a jobb. Egyszerűen olyan elmebeteg módon hátasztam akkor már 3 éve folyamatosan emiatt, hogy majd én megfordulok, és az lesz, hogy bum, hogy Tozó képeit folyamatosan elemezve meg azt láttam, hogy nagyon jó a srác, csak a hát még nem elég. És ezen én kattogtam így hónapokig, vagy egész évben, hogy majd hátulról. És pont egy ilyen hátpóznál így elkezdtem vele egy kicsit így akadékoskodni a színpadon. Jó, hát aki nem tudja, muszáj elmondani, mert akkor nem értik az egészet. Annyi történt, hogy beálltunk a pózokba, szépen nagy magabiztosan mindenki tolta a pózokat, és azt mondták, hogy hátra arc, ugye Vida Zoltán, Isten nyugosztalja, mondta, hogy hátra arc, páros biceps hátulról. Hopp, Zoli fogta, berakta a pózt, én meg így csípőletettem a kezem, hátra léptem egyet, és így végignéztem a pózon, és így megcsóváltam így a fejem. Oda kiabált a Vida, meg talán a felvezető bíró, hogy több komolyságot kérem a pózt, és akkor beállt, na ennyi, ennyi. És akkor nem véletlenül ez Zolinak nagyon-nagyon nem tetszett. És ebből indult ki ez az egész. De aztán mi ezt már teljesen így leokéztük, meg már azóta együtt bíráskodtunk többször. Meg nekem előtte sem volt vele semmi bajom, csak egyszerűen volt egy ilyen kis hülye trigger, amit én 20-21 évesen úgy gondoltam, hogy áj, és akkor ennyi volt. Egyébként őt is megkérdeztem, és ugyanezt mondta, amit, hogy ez így akkor volt, és azóta ez már. Akkor örülök neki. Van egy érdekes téma itt akkor, én ugye, mivel egyidősek vagyunk, ugye nagyjából, én akkor fiatal, mert direkt nem mondom azt, hogy gyerekként, igaz, hogy most ma már majdnem 40 évesen gyereknek hívok egy 20 éves, de nyilván az már azért nem gyerek, akkor azt mondom, hogy fiatalon mi azt hittük, hogy ti, akik ott álltok a színpadon, és ugye nyeritek a versenyeket, nektek semmi dolgotok nincsen, csak edzeni, és dől a pénz a szponzortól, stb. És a kérdésem az lenne, hogy mi volt ebből a valóság, hogyan kerültél te kapcsolatba ugye az első szponzoroddal, és mi volt a szponzoráció valójában? Tehát téged elhalmoztak pénzzel, vagy ez máshogy nézett ki a valóságban? Hát ez most sem néz úgy ki szerintem. Mondjuk attól függ, tehát ez mindig viszonyítás kérdése, hogy most kinek mi számít nagy szponzorációnak. De most vágok, de akkor még nem voltak ilyenek, hogy kódok, meg használd a kódot, meg Instagram, tehát semmi ilyesmi, úgyhogy mi volt akkor a szponzoráció? Hát akkoriban alapvetően ugye mindenkinél az volt, de hát a mai napig ez ugye működik, hogy jó, akkor te valamilyen szinten te reprezentálsz minket, és ezért mi neked X mennyiségű táplálékkiegészítőt ingyen adunk havonta, vagy olyan is előfordulhatott, hogy nem ingyen, hanem csak olcsóbban. Már úgy értem, hogy nagy keráron, meg hát amikor így nem pont szájtek, hanem kisebb cégek esetleg, hogy ezzel megfogni olyan embereket, akiknek ez nagy segítség, vagy érted. De ettől függetlenül szerintem muszáj elmondanom abból a szempontból is, hogy szerintem egy elég vicces sztori, és a SciTech-kel való közös együttműködésemnek a kiinduló pontja, és én nem nagyon emlékszem arra, hogy ezt elmeséltem volna, talán valaha, de Daninál biztos nem meséltem el. Tehát, hogy ez hogy indult?
ez a SciTech dolog, mert ugye a többit azt már szerintem meséltem többször. Szerintem ugye az Extreme Fitness dolgot nagyon részletesen elmesélted, de a SciTech-et azt nem tudom, hogy okay. Hogy került. Hát akkor ezt minimum elmondom, hogy hogyan indult, aztán utána még valahova belemegyünk, akkor beszéltünk róla. Tehát ez úgy indult, hogy éppen amiről, tehát most helyben vagyunk, éppen amiről most beszéltünk, a 2003-as szegedi bajnokok éjszakáján Bengyel Zsolt, a SciTech vezetője ott volt, és ő akkor nagyon komolyan részt vett ezekben a verseny szervezésekben, és abban a szempontból, hogy ő maga a saját fényképezőivel fotózta azokat a fotókat, és őt ezt érdekelte. Tehát hiába nem volt benne, meg nincs benne a testépítésben, meg nem gyúrós, ő ezt szerette mindig. Na mindegy, és hát ezáltal ő ott volt, és ő személyesen fotózott, és egyenként is fotózott embereket, és ezt valahogy Bunnyval vagy Stipit Robival karöltve, ezt így töltögették is oda föl a bodybuilder.hu-ra. És az történt, de én már nem tudom kitől, gondolom Johnny-tól, hát hogy ő megszerezte az én telefonszámomat. Mert hogy ahogy én kinéztem, meg viselkedtem ezen a szegedi bajnokok éjszakán, ez neki nagyon tetszett. És hát ezek szerint akkor te is ott voltál az első sorban, tehát akkor tudod, és számomra hihetetlen volt. Következő helyzet. 2003 ennek Szegednek vége van. Onnan Szegedről megyünk a Tesco-ba a szüleimmel, meg az akkori barátnőmmel, és amit el tudsz képzelni, ez volt az első komoly diétám életemben, és az volt, hogy vége, legközelebb jövő október. Minden szart megvettünk, amit meg lehet enni, és hazafelé a téli szalámit, mondjuk Szeged, téli szalámit, pik szalámit ettem a Nutellával, a őszi baracklével. Na mindegy, borzasztó volt, és már abból a szempontból, hogy mi történt utána, ugyanis nem tudom, hogy miért, vagy ez manapság is ugye előfordul, ha bár sokszor tímekben is, akkor biztos még jobban, nekem senki soha nem mondta, hogy óvatos legyél majd a verseny után, amikor két napja nem iszol, meg beszedted a vízhajtót, majd azért óvatos. Erről én semmit nem tudtam. Következő történt, 2 nap alatt... 15-17 kiló, ott körül. 13. Az 2 borz. Nap alatt, 2 nap alatt 13 kilót híztam. Nem hittem el? De akkor még nem is tudtam a súlyomat, mert ezt majd akkor mértem, amikor leutaztam vidékre, ugyanis ilyen 10 kiló körüli hízást képzelj el, fönn vagyok Pesten, éppen hogy vége van ennek az egész szarnak, még csak hétfő van szombat után, és csörög a telefonom. Ott vagyok a barátnőmmel, Túró Rudi a pofámba, és így fölveszem a telefon, hát ki ez? Ugye? 2003, tehát eleve a mobiltelefonok akkor még viszonylag újabb. Fölveszem, haló. Azt mondja, Bengyel Zsolt, SciTech Nutrition. És hogy elmondtam, amit most elmondtam, hogy tetszett, és a stb. Azt mondja nekem, ilyen gyorsbeszédű Zsolt, azt mondja nekem, hogy ezt figyelj már, Pisti, azt akarom kérdezni, hogy formát még egy ideig lehetne tartani. Én meg így mondtam, hogy persze, persze, de miről lenne szó? De közben így izzadságcsepp így elindult így a tarkomon. És azt mondja, hogy figyelj már, és lenne egy ilyen fotózás, és azt hiszem egy hétre volt. Valami ilyesmi. Hogy... Bódiszil. Igen, igen, a bódiszilvis gladiátoros fotózás. Én úgy emlékszem, hogy egy hétre volt. Tehát, hogy ez a hétfő volt, és hogy vasárnap fotózunk. És sehogy nem néztem ki, 78 helyett 88, borzasztó. És na mindegy, ez is azt mutatja, hogy későbbiekben, hogyha belemegyünk, hogy hogy alakul az élet, meg hogy próbálsz előre menni. Érted, szaros 20-21, hát még 21 sem voltam, 20 voltam, de ezt így meghallottam, amiről én álmodoztam, csak hiba csúszott az egészbe. És ezt így meghallottam, biztos voltam benne, hogy én nem tudok jól kinézni, és azt mondtam, hogy persze, vasárnap, semmi dolgom. Így. És ezt lebeszéltük, és ráadásul azt mondta, csak hogy még egy kis nyomás legyen, most először akarok együtt dolgozni a Magyar Playboy fotósával, hogy kurva jó lesz.
Én meg így, oké, leraktam a telefont, így elkezdtem ott szaladni, hogy úristen, úristen, úristen. Úgy hívtam anyámékat, megyek le vidékre, kész, ott fogok edzeni minden nap, stb. Na mindegy, és akkor lefogytam ilyen, lefogytam 10 kilóból talán ilyen 6-7-et, és akkor úgy valami volt, és az volt az a fotózás. Na, és innentől kezdve indult ez a szájtekes dolog, ezt muszáj volt elmondanom, és ez arról szólt, hogy 60 ezer forint értékű táplálék kiegészítő havonta. Hát, az nem sok. Nem. Nem, az nem. Lantos Johnny akkor 100-at kapott, úgyhogy én ahhoz mértem magam. Az sok. Ja. Egyébként... Hát ezek már ilyen 1000 éves dolgok, úgyhogy ezek már nem hiszem, hogy titoknak számítanak, meg vicces kategória, ugye? De akkoriban ez egy olyan dolog volt, hogy nézd, eddig volt nulla, most kapsz ennyit, hát baszki, az kurva jó, köszi szépen. Viszont nekem ezzel egy álmom vált valóra, hogy én teamtag lehettem, és imádtam azt, hogy megkérdezték, hogy na, akkor írjak ilyen cikket, stb. Tehát bennem semmi negatívum nem volt akkor, hogy ez 60 ezer forint, hanem úgy voltam, hogy még adtok nekem cuccot is? Azt hittem, hogy csak benne lehetek a magazinba, tudod? Szóval ez teljesen más nézőpont, mint ahogy mi most így előadjuk, hogy ott akkor ez a legjobb elérhető dolog volt számomra. Érdekes, hogy említetted ugye ezt a Bódi Szilvis fotózást, mert akkor Szilvinek a testvére Attila ott edzett ugye Debrecenben, abban a teremben, ahol én, tehát ugye rajta keresztül ugye így hallottam sztorikat, stb. Meg ugye akik most nézik ezt, talán már nem tudják, de Szilvi akkor ugye ő volt a nő Magyarországon, tehát így igen. A celebnek ő számított, hogy akkor még nem volt mondjuk ez a titulus, még így nem aggatták rá emberekre, de akkor ő számított az istennőnek Magyarországon. Hát meg szerintem volt ő akkor már a Playboyban, és ez a fotós pedig a Playboynak a fő fotósa volt, akit Zsolt felkért. Így van. Jó, és akkor, ha jól tudom, körülbelül úgy ezekben az években, tehát a 2004-es években ért véget nagyjából az amatőr pályafutásod a versenyzésben. A magyar amatőr, igen, és egyetlen egy amatőr kitérő volt még 2006-ban egy NPC verseny Kaliforniában. Mert ez a következő kérdésem, hogy NPC verseny Kalifornia. Honnan jött az ötlet, honnan jött hozzá a bátorság, meg honnan jött hozzá egyáltalán a pénz és a körülmény, hogy te ilyen el tudtál gondolkodni, mert ugye akik nem tudják ma, senki nem csinálta ezt előtted. Tehát neked nem volt kikövezett út, nem volt olyan nyom, amit követned kellett külföldre, hanem te voltál az első, aki azt mondta, hogy én magyarként kimegyek az NPC-be versenyezni. Igen, igen. Hát az NPC-t azt valóban lehet, hogy én csináltam így először, ebben nem is gondoltam így bele, de igazából nekem ez két dolog volt, mármint ami indukálta ezt az egészet, az pedig az volt, hogy ugye egyrészt már gyermekkorom óta szerettem volna kijutni Amerikába, és nem pont úgy kell képzelni, hogy full, és akkor kiköltözni, hanem csak legalább kimenni, hogy milyen az, meg én szerettem volna látni azokat a tipikus városokat, azokból az adott filmekből, stb. Tehát bennem volt ez az Amerika iránti vágy. A másik indukátor az pedig az volt, hogy mikor volt az? 98-ban, és talán 99-ben is volt az, hogy aki a Super Bowl-in nyert, az lehetőséget kapott arra, hogy kint versenyezzen a Musclemania versenyen. Naturál versenyen. Igen, igen. És ez azt hiszem 98-ban, meg 99-ben biztos, hogy volt, de utána is valami volt még, hisz, ha jól tudom, 2001-ben lett ott valami Musclemania világbajnok Lantos Johnny, azt hiszem az 2001. Szóval ez évekig ment akkor, én ezt, ennek tanúja voltam, és ez volt egy ilyen másik ilyen motiváció, hogy na ez a magyar atléta, köztük ugye végül ugye Lantos János, akivel minden nap találkoztam, ők ezt megcsinálták, hogy kin indultak versenyen, meg egyáltalán voltak Amerikában. Tehát persze, hogy nekem olyan kérdésem is volt Johnnyhoz, hogy hú, és voltál ki Miami-ban, és milyen volt? Tudod, ezek a kérdések. És ez a két dolog volt az, hogy én majd valamikor egyszer ezt szeretném megpróbálni, de abszolút nem volt tervek közt. Tehát ez úgy jött véletlenül, hogy mi készültünk az egész magyar csapat, az egész Fitness 2000-es csapat, az biztos,
készültünk a 2006-os amatőr világbajnokságra, ami valahol a térségünkben lett volna megszervezve, meg is lett, és hát tudod, ez szokásos sportdiplomácia okok miatt, ezen mi nem tudtunk részt venni, ebben nem menjünk bele. Végül úgy tudom, egy sportoló így privátban magának elintézte, hogy kimenjen, ő volt Lauter Viktor, és talán valami előkerő helyezést is elért, sajnos nem emlékszem, de valami jobb hely. Ötödik? Na, oké, tehát milyen jó egy ilyen magyar testépítő lexikonnal nagyon jó interjút csinálni. Na, és lényeg az, hogy mi viszont többiek nem mentünk ki, és ezért ez már egy időben érezhető volt. Tehát úgy mondjuk 2006 ősz lett volna az időpont, és ilyen április környékén már olyan sztorikat hallottunk, hogy nem fog ez összejönni. És én meg úgy voltam vele, hogy most akkor hol induljak? Mert a magyar versenyekkel volt egy olyan probléma, most akkor ebbe ezek szerint muszáj belemennünk. Há, is kérdeztem volna. Oké. Mert muszáj az NPC sztorimba muszáj belerakni, hogy de hát miért nem a magyar versenyekre mentem. A kérdésem az lett volna, hogy miért nem indultál a 2004-es EB-n. Igen, igen. Figyelj, az volt a helyzet, hogy 2000... Mikor? 2005... Valamikor 2005 környékén, amikor kihagytam egy évet a versenyzésből, Pintér Ferenc azt mondta, hogy tömegelni kell, kevés még a tömeg, 2005-öt végig tömegeljük, 2006-ban robbantunk Pisti. Oké, ehhez ő szponzorált is engem, tehát most mit mondtam volna, nekem amúgy is tetszett, jó, csináljuk. Kimaradt a 2005-ös év, közben én Team SciTech tag voltam, de nagyon nem tudtam semmiben részt venni, plusz, ki tudja hány százalékát a szponzorációmnak, eladtam a Fitness 2000-es büfébe. Nagyon okos. És ez visszajutott hozzájuk, ez az inaktivitás a versenyzéstől meg, hogy eladják a cuccunkat inkább, nem tudom, mit kellett volna csinálnom, most kieszik meg 60-80 ezer forint értékű táplálékkiegészítőt, na mindegy, ebben nem menjünk be. Emiatt azt mondták, hogy sajnos akkor a tímtagságot egy ideig szüneteltetnénk, ekkor így fogalmaztak. Hát ezen én teljesen kiakadtam. Igazuk volt akkor aktuálisan, én ebben már nem akarok belemenni, teljesen igazuk volt, főleg üzleti szempontból, de én, aki ezerrel készült 2006-ra a kis fejében, ő nem értette, az a német Pisti, hogy ez miért történik. Ekkor én ezerrel elkezdtem azon gondolkozni, hogy milyen szponzorral mehetnék tovább, és ugye ekkor jött az Extreme Fites korszak. Ebben majd lehet, hogy belemegyünk, de a lényeg, hogy amikor bejött az Extreme Fites korszak, ami azon abból állt, hogy amerikai táplálékkiegészítőket importált ez a cég Magyarországra, és mi minden egyes márkát reprezentáltunk a webáruházban és a Lurdi házban lévő üzletünkben. Én ott is dolgoztam, ott voltam hétköznaponként, online is dolgoztam velük, meg a szponzorált atlétájukká váltam. És viszont ugye felmerült ott is kérdésként, hogy na és akkor hol fogsz indulni össze? És több helyről is hallottam, hogy én nem kívánatos személy vagyok a 2006-os Superbadin. Superbadin, emlékszem. Úgyhogy mindeközben én már ezerrel, másfél-két éve, most ez így hülye hangzik, hogy ja, és akkor mire mentél vele? Hát sok mindenre, hogy az interneten végre volt internet, ugye? És az internet kávézókban, akkor villamossal járva, folyamatosan amerikai fórumokon, de nem csak azért, hogy kommunikálni vagy bármi, hanem egyáltalán angolul tanulni. Tehát, hogy nem úgy volt, hogy bementem és értettem, hogy mi a faszom van ott. Nem, hanem folyamatosan jártam, hogy most miről van szó, mit kell csinálni. Eleve hogy kell e-mail címmel bejelentkedni, regisztrálni, minden. Szóval én ezeket így szabad időmben, meg ezt én élveztem, ezeket a számítástechnikai dolgokat, ezt így csinálgattam. És folyamatosan próbáltam kapcsolatokat építeni, vagy fotósokkal, vagy magazinba író emberekkel. És így jött egy ilyen kapcsolat a Muscular Development-től, hogy egy fotós egyszerűen csak kiszúrta az én topikomat a getbig.com-on. És felvettem el a kapcsolatot, hogy én esetleg nem tudnék kijönni Amerikába fotózásokra, és akár címlapfotó is lehetne ilyen jó fizikummal. Ezt így néztem, tudod, mivel nem tudtad, hogy miről szól ez, egyszer csak valaki ír neked Amerikából, nem igazán értettem én ezt, hogy most ez hogy van.
Úgyhogy elkezdtük beszélni az Extreme Fit szponzorcégemmel is, hogy hát, hogy esetleg valami, nem pont ez, hanem hogy valami hasonlót nem lehetne összehozni, ez jó ötlet. Akkor így gondolkoztunk rajta, irkáltam vissza a fotósnak, azt mondtam neki, hogy figyelj már, és ott milyen versenyek vannak. Mert hogy ne csak ezért menjek már, kigondoltam én, tudod. Mert ez jó dolog volt, de mennyi az volt a fejemben, hogy és akkor csak kimegyek egy fotózásra? Legyen verseny. És akkor elkezdtem mondani, hogy persze, hát itt vannak az NPC verseny. Hát de az micsoda, meg stb. Én csak arról hallottam akkoriban, hogy IFBB, mert ugye Magyarországon volt az amatőr IFBB, meg az IFBB profi Mr. Olympia. Úgyhogy nem értettem, hogy mi ez az NPC. Most meg érdekes, hogy abban van egy ilyen hivatalos versenyzőcsapatunk, ugye, NPC. És végül azt írták, hogy hát itt meg itt vannak, ez a verseny például október, nem tudom micsoda, ehhez mi közel lakunk, el is viszünk téged, meg minden. És akkor így betette a bogarat a fülembe, hogy baszki, ezt meg kell csinálni. Úgyhogy ezt elkezdtük leszervezni, az Extreme Fit fizette az utamat, a felkészülést meg úgy megcsináltam, mint hogyha frankon verseny lett volna, és összejöttek a fotózások is, volt 4-5 fotózáson, megnyertem ezt a versenyt. Ez a Border States Championship volt, ami azt jelentette, hogy Kalifornia és az azt körülvevő államok versenye. A Light Heavyweight-be indultam, ami a 90 kiló alatti, azt nyertem meg az abszolútot. És akkor jött össze az Iron Man magazin címlap. Kérdés. Több is. De egyébként érdekes, hogy mesélsz, ugye engem is egy ilyen időutazásra vissza. Ahogy mondtad ezt az internetkávézó sztorit, én akkor Debrecen belvárosában dolgoztam, és ott volt egy internetkávézó a Csokonai Színház mellett, és én is minden délután az ebéd szünetembe oda mentem, felmentem a Gebbik fórumokra, és nézegettem a képeket, és ugye akkor már te voltál talán az első, aki elkezdett ilyen képeket feltöltögetni, hogy hogyan halad a készülésed, stb. Aztán jöttek a képek, hogy megnyerted a versenyt, a kardalászot, meg ilyenek. Igen. Tehát egyszerűen hihetetlen volt ez a dolog. Ahol meg én kialakítottam ugyanebben az időben a Milossal való kapcsolatomat, az meg a Milos fórum. Következő kérdés. De akkor ott is voltál? A Milos fórumon is voltál? Nem, azt okay. Nem. Akkor még nem. De azt tudtam, ugye, hogy te kijutottál, és egyből kapcsolatba kerültél Milossal, de egy gyors kérdés, egy picit még visszakanyarodnék egy pár hónapot. Okay. Én emlékszem, ugye készült akkor egy baromi jó melledzős BBTV, ugye veled meg Banival, amit én igen. Olyan 3-4 milliószor láttam körülbelül, és ott elhangzott egy... Karácsonyi szeretetedzés. Úgy, és azelőtt meg készült egy lábedzős videód is, és most azt nem tudom, azt hiszem a melledzős videó végén hangzott el tőled egy olyan mondat, hogy téged a Magyar Szövetség amatőrbe akar erőltetni, és nem akarnak kiengedni téged profiba. Ez valóságban mit akar? Tehát valójában ez hogyan nézett ki? Megmondták neked, hogy nem szponzorálunk, nem adunk rá pénzt, nem vagy elég jó, vagy mit akart ez, hogy nem akartak téged feljebb lépni? Nézd, ez Magyarországon ez csak ilyen duma, mert például, én most nem akarok hülyeséget mondani, de akár környező országokban, Szlovákiában, stb. Én hallottam legalábbis megbízhatónak tűnő versenyzőktől és edzőktől való sztorikat, hogy azokban az országokban valahogy a kormány is hivatalosan támogatta azokat a testépítőket, ténylegesen kapott valamilyen fizetést, vagy juttatásokat adtak neki, vagy autót használatra, vagy lakást, vagy bármit. Tehát ők tényleg így voltak szponzorálva, úgymond, azért, hogy ezeken az Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon induljanak. Tehát például az egyik, akiről ezt mondták mindig, és ugye hatalmas amatőr bajnok volt, sokáig, már rég mehetett volna profiba, de nem ment, aztán profiba is jó lett, Jaroszláv Horváth, ha emlékszel rá. És ő amatőrbe állítólag ott, ő egy támogatott atléta volt, és őt is tartották ott, mert hogy a profizmusból ők nem tudnak semmit visszaszedni már. Érted? Különösen egyébként a közel-keleti országokban vannak olyanok, akik már szerintem 23-szor nyertek világbajnokságot. Nem mennek el profiba, mert addig támogatja őket az állami amatőrök. Így van. Na most nálunk ez nem volt. Nálunk egyszerűen csak annyi volt, és teljesen igaza volt. Most akárki is mondta, Huber István, ugye ő volt, meg most is ő annak a szekciónak az elnöke, vagy más, aki mondta hozzáért, mindegyiküknek igaza volt abban, akik azt mondták nekem, hogy de Pisti, nem vagy te elég még profiba, és hogy amatőrbe kell tovább menni. De én meg láttam azt, hogy itt vártam, bazd meg 2 évet,
erre az amatőr VB-re, és egyszer csak így úgy gondoltok egyet, és én megértem őket, én nem azt mondom, csak mindig az adott személy szemszögét kell nézni. Tehát én akkoriban így, majd egyszer azt mondjátok, hogy ne haragudj, mégse lesz. Velem ti ne szórakozzatok. Tehát én majd leszervezem magamnak, nem az amatőr, hanem a profi versenyt, baszki, szerzek rá szponzorokat, kimegyek Amerikába, ott veretek a rentálautóval, azt kapjátok be a faszokat. De ezt én így gondoltam, érted? És ezt meg is csináltam. Viszont nekik volt igazuk. Tehát akkor nekem amatőrbe lehetett volna még tovább menni, csak hova? Hova? Tehát én profi akartam lenni, lehetne egy ilyen könyvet írni, hogyan juss el a Mr. Olympiára minél hamarabb. Tehát ezt így meg tudnám írni. Mert ez a lényeg. Jó, amit akkor ugye mi nem láttunk, mert akkor még csak magazinok voltak, meg jó, mert volt internet, de nem voltak ilyen blogok, meg YouTube, meg Instagram, meg ilyenek, hogy te fogtad magad, kimentél, nyertél, visszajöttél, és minden fasza. De azért a valóságban ez nem így működik, hogy kimegyek, nyerek, hazajövök, és minden fasza, mert ehhez utazni kell, ehhez repülni kell, ehhez nyelvet is kéne tudni, ehhez regisztrálni kell. Tehát azok a háttér dolgok, amiket ugye mi a magazinokban soha nem láttunk, mert soha nem volt róla szó, hogy te amikor a versenydiétád utolsó 5-6 napjában vagy, hogyan oldod meg a kaját Amerikába, ja, hogyan szerzed meg rá a pénzt. És a másik kérdés, amit mindig szoktak kérdezni, hogy mi van a extra táplálékkiegészítőkkel, külföldön honnan szerzed be, hogy visszaállt a határon, hogy repülsz vele, stb. Tehát hogyan nézett ki neked az utad erre a versenyre, a háttér munka az mennyire volt ebben komoly, vagy téged csak felraktak egy külön gépre, és leraktak a színpad mellett, mert mi ezt hittük? Aha. Hát minden sikerrel kapcsolatos dolgokban ez szerintem nagyon hasonlít, hogy amikor valami nagy dolog történik, valami ugrásszerű fejlődést érsz el a bizniszedben, a sportodban, akár még így a magánéletben, vagy így apaként is, maga az az intervallum, vagy időszak, ami lehet egynapos, de lehet évek, amíg azt te átléped, az kényelmetlen, a szar. Azt nem szereted, abban bizonytalan vagy, kényelmetlenül érzed magad, föl akarod adni. Úgy gondolod, hogy inkább azoknak a másikaknak van igaza való, igen, neki van igaza, most így átgondoltam jobban, és igen, neki van. Tehát ez folyamatos, miközben te léped azt a lépést. Tehát természetesen, miközben én léptem ezt a lépést, hogy amit én sose csináltam, mert oké, már Tóth Dani meg egy csomó magyar tudna erről beszélni, hogy hát igen, külföldön versenyt és Amerika, stb. De akkor abban a pillanatban ez, hogy én ki fogok menni Los Angelesbe, ott faszom se tudja, hol ki fog várni, azzal én hogy fogok beszélgetni, senki nem tudja. Ki lehet-e vinni ugye ezeket a szteroidokat, vagy nem? Pontosan milyen vízum kell, azzal meddig lehet maradni, az mennyibe kerül kinn a kaja, vigyek sütőt, vagy lesz ott konyha, barnításod hogy van, vigyek dream tent, nem jó a dream tent, tényleg, tehát ez a agyfasz, és ez már 2006-ban ott volt az életemben, tehát majd, ha belemegyünk később, most 2022-ben én már annyi agyfaszt láttam, hogy én már semmin nem lepődök meg, semmi nem tud úgy igazán felhúzni. Na, de mindegy, ez így van, ahogy mondtad te is, hogy ti azt hittétek, de ennek pont az ellenkezője volt igaz, és mégis ilyeneken kell keresztül menni ahhoz, hogy fejlődj, mint amikor az ismétlések a szériában, az utolsó 3 ismétlés, az a legnehezebb, de az fog még jobban előrébb vinni téged a következő edzésedre. Na, hát és válaszolva a kérdésedre, fogalmam nem volt az egészről, egyszerűen csak azt mondtam, hogy ezt meg kell csinálni, ez a dátum, itt van a kibaszott plakát, mert ugye kértem a plakátot a versenyről már, hogy mázi, ott már így évek óta ez ilyen futószalagon mennek a versenyszervezések. Tehát ez ott semmi, tehát küldte, hogy na, itt lesz, ebbe az auditoriumba, ez a cím, itt a plakát. Néztem a plakátot, jó, kinyomtattam, kiraktam a szobám falára, na, it's all man, tehát hogy most már menni kell. És utána meg, mint nem tudom, Richard Branson, az a nagy milliárdos, a Virgin brandnek a főnöke, Richard Branson, talán ő mondta azt, hogy ha valami nagy-nagy lehetőség, huge opportunity, így mondta, ott áll előtted,
és nem vagy benne biztos, hogy készen állsz rá, akkor inkább mondj igent, és majd később kitalálod. Tehát én ezt már akkor olvastam sokszor, és egy az egybe ezt csináltam, utána szépen fokozatosan elkezdtem intézni, kezdve az ilyen vízum dolgokkal, mert ugye az volt a legfontosabb, mert ha az nincs meg, akkor nem tudsz kimenni. Úgyhogy ebben nem tudom, mennyire menjünk bele, mert sok dolog történt, de lényeg az, hogy nem tudtam semmit a készületeknél. És ez a, oké, megnyerted ugye ezt a versenyt, visszamentél ugye Magyarországra még ezek után, és hogyan fogadott az Extreme Fit? Tehát változott-e a kapcsolatod a céggel? Értékelték-e ők azt, hogy te profi lettél, vagy hogyan? Annyi volt még itt nagyon-nagyon fontos, hogy végre másfél év üzenetezgetés után ekkor találkozhattam Kaliforniában Milos Sárcsevvel. Tehát két hetet voltam ekkor kint, az egyik hétvégén leversenyeztem, és utána mentem Miloshoz, és ott voltam nála. Szóval ez egy fontos előrelépés volt. Ekkor megbeszéltük azt, de már előtte online is megbeszéltük, hogy igen, és ez nekem hihetetlen volt, tehát ez ilyen úristen, tehát ez az első igazi visszajelzés, de tényleg 2006-ban Milostól, hogy azt mondta, hogy igen, tehetséges vagyok, lát bennem fantáziát, de hogy ő nem tud velem mit kezdeni, ha csak nem vagyok itt, vagy legalábbis viszonylag gyakran vissza nem járok. Tehát most így játszhatunk online, de hogy ide jönni kéne. Én meg így azt mondtam neki, hogy jó, akkor azt fogom csinálni. Jó, fogalmam nem volt róla, hogyan. És aztán jöttem vissza Magyarországra. Az Extreme Fit persze nagyon örült ennek, mert hisz Amerika felé nyitottam végre, ilyen szempontból magyarként lehet, hogy elsőként, ha bár 96 környékén én úgy tudom, kisjelő gozsimes fotózásokon volt, tehát ő... Meg az elek is, de az csak fotózás volt. Okay. Csak pár hétre az nem. Na mindegy, szóval örültek, hogy én ebbe az irányba akarok menni, és maximálisan támogattak ebben, és nagy tervek voltak arra nézve, hogy akkor én visszamegyek egy év múlva, 2007-ben, és hogy akkor legyek ott, készüljek ott, Milossal, stb. És hogy profiként debütáljak, mert hogy 2006. decemberben megkaptam az IFBB profi kártyát. Oké, és Milos, egyébként ezt felírtam, ez a következő kérdésem. Én is egyébként egy pár hónappal ezelőtt ugye az Instagramon beszéltem Milossal, kommunikáltunk, hogy akkor csináljunk egy podcastet, stb. Kicsit beszéljünk ugye az ő trükkjeiről, vagy az ő módszereiről. Tehát 2022 van, és szerintem az ő módszereivel te találkoztál először élőben magyarként. Hát meg amúgy is, hogyha akár összejön a podcastetek, akár húzódik, stb., de lényeg, hogy mert nehéz azért őt elérni, de hogy a legnagyobb arc majd meglátott, tehát a legrendesebb, legbeleérzőbb, igazi guru, igazi old school guru a testépítésben, egy olyan guru, aki pontosan tudja, hogy valójában mind megy keresztül az a versenyző, mert 110 versenyen indult, tehát a másik guru, aki tényleg nagyon-nagyon-nagyon belelát abba, hogy mi az, amit ténylegesen kell csinálni az atlétákkal, és mondjuk, ha lehet, akkor nem kinyírni őket közben, hogy Henny Rambod. De Henny Rambodnak fogalma sincs arról, hogy mit lehet közben érezni, mert ő sose volt olyan szinten. Ő NPC-be elindult, próbálkozott, de Milos meg tényleg megcsinálta azt, amit meg kell csinálni egy atlétájának, tehát ő mindennel képbe van. Úgyhogy sok sikert, hogy összejöjjön, remélem összejön az interjú, aztán majd meglátod, hogy ő aztán mindent tud. Tehát akkor te kimentél ugye hozzá, ha jól tudom, Tampába, vagy a Colosseumba, ugye az edzőterembe edzeni. Kaliforniába, Tampán laktam utána később. Kaliforniába mentem, ez ott volt Los Angeles mellett, ez a kisváros, ahol volt neki ez a terme. Egyébként ez ugyanaz, mert nekem ez ikonikus volt, ez ugyanaz a régi Powerhouse Gym volt, ahol régen Sean Ray készült a Mr. Olympiákra, tehát ezek a Sean Ray Mr. Olympia előtti, Battle for the Mr. Olympia verseny előtti edzések, ezek mind ugyanabban a teremben voltak, csak akkor már Miros lett a tulajdonos, de én odaértem, és én felismertem, tudod, a háttereket, hogy hogy 95-ben már Sean Ray itt pózolt. És az még hagyján, de ugye én emlékszem, hogy akkor te ugye két másik profi testépítővel együtt edzettél, és ugye ott Milos edzett titeket, jöttek ugye a képek a fórumokról, hogy ilyen versenyformában hatalmas súlyokat emelgettek ott félmeztelenül, meg ugye a atlétába, és
Az érdekelne, hogy ez a dolog hogyan nézett ki, tehát te ezért fizettél, hogy ő foglalkozzon veled, vagy mi volt ennek a háttere? Hogyan nézett ki ez a dolog? Na, ez egy nagyon jó kérdés, mert ugyanis semmit nem fizettem ezért. Olyan? Semmit, és ezt előre úgy beszéltük meg, amikor már 2000, ez ugye 2007, 2005-ben már mikor irkáltunk, akkor mondom már, hogy az előbb felvázoltam, hogy én mondta nekem, hogy hát ha nem vagy itt soha, akkor nem tudok veled mit kezdeni. És akkor én meg mondtam neki, hogy jó, esetleg meg tudom oldani, hogy kijöjjek, vagy valahogy elintézem, vagy valamit csinálom, de hogy mondom, amúgy, hogy mennyit kell majd neked adnom. És akkor ezt így láttam, meg gondolom, ahogy így leírtam azt az üzenetet, gondolatot, hogy fogalmaztam meg ezt angolul. Ő meg ugye szerb, tehát tudja, nehéz elkezdeni ezt az egészet, így visszaírta, hogy nem kell fizetni semmit, majd inkább intézek neked hotelszobát. Az. Úgyhogy ez valóban így is volt, tehát ő 2006-ban és 2007-ben is körülbelül ilyen 3-4 hétre intézte a hotelemet. Plusz nem fizettem neki semmit. Az nagyon komoly, az nagyon komoly. Ja. És ugye nem akarom én lelőni, hogy elmondjam, hogy te kikkel edzettél együtt, de maradjunk annyi, hogy az egyik őket azóta talán minden idők egyik legnagyobb ikonjának tartják. Ugye, jó, akkor mondom, ugye a Flex Lewis, és akkor ugye jöttek a képek, és megmondom őszintén, egyetértésben volt mindenki akkor, hogy te jobb voltál akkor, mint a Flex Lewis. Szerintem ez, ebben nincs semmi, ezt könnyen kimondhatjuk, hogy te akkor abban a... Miros is ezt mondta. Jobb is voltál, és akkor jöttek ugye a testrész összehasonlítások, pózoltatok egymás mellett, tehát akkor a hármotok közül te voltál a jobb, ugye a harmadik az a Hidetara volt, és amit mindig meg akartam kérdezni, és én azóta várok erre a lehetőségre, hogy ezt megkérdeztessem tőled, te egy interjúban lenyilatkoztad, szó szerint idézlek téged, meg nem mondom, hogy milyen újságból, de azt mondtad, hogy neked fogalmad sincsen, hogy például a Hidetara miből él, mert soha nem láttad volna dolgozni, vagy soha nem láttad volna azt, hogy valami anyagi gondja lenne, de ellenben láttad, hogy mennyit költ erre a sportra. Miből élt a Hidetara? Hát szerintem az öreg Hidetara Yamagishi, vagyis hogy az öreg Yamagishi. Az öreg Yamagishi az valószínűleg. Nem, nekem ez abból a szempontból volt csak érdekes, hogy mint mondtam, nekem már amatőr koromban ugye a szüleim adták a táplálékkiegészítőket, aztán sütöttek nekem, aztán ugye segített Pintér Feri ilyen-olyan segítségek, SciTech, Extreme Fit. Tehát így nagyjából így összeállt már a kép, de amikor így elkezdtem így kiutazgatni Amerikába, meg ott ezek a hotel problémák, meg így, meg úgy, meg oda is kell jutni abba az edzőterembe, muszáj lenne autót bérelni, vagy hárman kéne egyet, és akkor menni, vagy valami. Tehát, hogy ez a sok-sok-sok-sok-sok-sok probléma, és ehelyett ott volt Hide, aki egy nagyon-nagyon rendes ember, és Las Vegasban is utána is további évekig edzettünk egymás mellett, meg ismerem nagyon jól, személyesen, nagyon jó ember. Ettől függetlenül én nem tudtam összerakni a fejembe, hogy ő profiként ezt nyomja, az adottsága közel sem olyan, tehát hogy akkor hogy szerzett ő Japánból olyan szponzorokat, vagy hogy van ez, mert ez a Hide, ő volt az első, de jó, hogy felhoztad, mert tényleg ő volt az első, mivel rengeteget lógtam vele, ő volt az első Amerikában élő profi testépítő, akitől így láthattam ezt, hogy ez reggel fölkelt, beszállt a gyipjébe, elment oda a gymbe, lenyomta a kis kardiót, kért egy ilyen kis nagyon finom séket, ami jeges volt, és hideg volt, és vastag szívószállal volt, hogy tudjad is szívni, ne csak a vékony szívószálba, az agyadat kiszívod már. Tehát ez mind-mind új amerikai dolog volt nekem, beszállt a kis gyipsébe, sokszor elvitt engem, berakta a kis pohártartóba a kis séket, így alulról vezette a gyipet, és így ez nekem olyan volt, hogy ezt hogy tudj, miből? Miből, ja. Miből? És aztán bement a hotelbe, és ott így el volt egész nap, délután visszament, gyúrt velünk, ívott még egy séket. És én ott voltam, hogy ezt hogy kell. Tehát, hogy valamit rosszul csinálok, pedig ugye az volt bennem, és látod, így lép egyre előrébb az ember, hogy Magyarországon ugye sokan azt mondták, hogy Pisti, ez az, le a kalappal. Oda meg kiértem, és azt éreztem, hogy milyen szarparaszt hülye gyerek vagyok én itt, érted? Szóval nem tudom, hogy ezt ő hogy szedte össze, de gondolom Japánban még komolyabb szponzorokat lehetett, aki mit tudom én egy évre előre leegyeztek vele egy jó, mit tudom én, 5000 dollárba havonta, aztán abból már ki tudta hozni ezt, érted? De nekem akkor ezek elképzelhetetlen összegeknek számítottak.
Hogy a francban? Az még egyébként még ma is komoly összeg, ha átszámol. Ma is. Még ma is? Jó. Következő. Flex Lewis. Most ez nagyon buta kérdés lesz. Ez lesz, meg ígérem, ez lesz az egyetlen bulvár kérdésem. De így... Csak de, egy. Igen, mert ez nagyon hülye hangzik, de muszáj megkérdeznem, hogy így ma, ugye közel 10 évvel később, hogyan éled meg azt, hogy akkor te jobb voltál, egyértelműen jobb voltál a Flex Lewisnál, és ma meg mindenki tudja, hogy mi lett a Flex Lewisból. Megfordult-e valaha a fejedbe, hogy én is lehetnék ott, ahol most a Flex Lewis? Hát legelőször akkor fordult meg a fejembe, amikor már így 2008 környékén láttam azt, hogy 3 évvel előttem költözött ki Amerikába, és pontosan 3 évvel járt előttem úgy, hogy én az induláskor jobb voltam. Ez biztos. És 3 évvel járt előttem mindenben, és baszki, Milos is ezt mondta nekem, de ezen kár rágódni, tehát én nem vagyok ilyen ember, de most így elmondom, hogy beszéljünk róla, meg nincs ezzel gond, de ugyanakkor ilyeneken nem lehet rágódni, mert az így szétszed, amivel nem tudsz, tehát hogy nem tudsz vele mit kezdeni. Tehát itt ugye mi történt? Itt az történt, hogy őt felkapták 2004 környékén, és mivel kijött már Amerikába fotózásokra, találkozott ugye a Gold's Gymnek a Ed Connors, ugye a Gold's Gymnek a tulajdonosával, akkor ők összehozták a Widerékkel, Joe Widerékkel, már megkapta akkor a Wider szponzorációt amatőrként, akkor utána kb. Fél éve rá megkapta a Rich Gaspari szponzorációt amatőrként. Ő egy Velszi bajnok volt. Így van. És mivel megkapta ezeket, és Velsz felé jól promotálható, jó kinézésű, fiatal srác volt, tehát a Wider nyithatott arra, Velsz felé, meg az egész UK felé, ezért őt elkezdték szépen lassan és egyre jobban promotálni a Flex magazinban, és valamikor 2004-ben vagy 2005-ben hoztak róla egy ilyen cikket, én azt mindenhova vittem Magyarországon, én szerintem az egyetlen magyar előfizetője voltam az American Flex magazinnak Budapesten, mert elő voltunk rá fizetve, és én azt havonta kaptam, és amikor megláttam azt a cikket, egy ilyen féloldalas cikk volt, hogy the best teenager bodybuilder on the world. És alatta volt the 19-year-old Flex Lewis from Wales. És így volt egy ilyen páros biceps képet. Megláttam, hát mondom, megeszlek reggelire, ki a faszom vagy te? Ekkor hallottam róla először. És ekkor ő már Wider atléta volt. Azt néztem, hogy mi van? És utána ez tényleg realizálódott, hogy amit ő meglépett, és ezt neki meg kellett lépni Wales-ből úgy, hogy ő se tudta, hogy mi a fasz lesz, csak ő már 3 évvel előtte meglépte, és összejöttek neki a dolgok, és az igazi ugródesza neki is Milos Sárcsev volt az elején, mert ő mutatta be azoknak, ő nála voltak azok a fotózások, amiből rájöttek, hogy ő egy nagyon jó kis testépítő, és muszáj bele investálni, mert ő ma jól tudja reprezentálni a brendeket is, meg magát a Mr. Olympiát. És látod, milyen jól gondolták, mert ő lett a 202-212 arc, a prototípus. Így van, így van. És igen, hogyha én is úgy bele tudtam volna magam ásni, mint ahogy ő végül bele tudta, de magának köszönhette meg a szerencsére, akkor szerintem folyamatos ilyen dobogóharc lett volna köztünk előbb a 202-be, aztán lehet, hogy a 212-be is, de hozzáteszem, hogy szerintem én mindig egy kicsit ilyen kisebb vagy törékenyebb alkat voltam, tehát ő rajta jobban áll a nagy izom, mint rajtam valahogy. Én ahogy elkezdek nagyobb lenni, valahogy az arányok kicsit így csúsznak szét, és valahogy én 90 kiló fölé, nem tudom, én nagyon szerettem volna ilyen 105 kilós versenyző lenni, de hogy eljutottam ide a 90 kiló környékére szárkásan versenyen, baszki, jobb volt 88-al. Szóval, hát ennyi, hogy ott volt az a lehetőség, de most mondjam azt, hogy tőlem kívülálló okok miatt kicsit elcsúsztam a dologgal, utána meg már én mondtam le róla, mert egyszerűen
anyagi szempontból öngyilkosság lett volna az amerikai kiköltözésem idején tovább folytatni, csak azért, mert nekem van egy ilyen rögeszmém. Egyszerűen nem fért bele anyagilag, utána meg én már másképp álltam hozzá a dolgokhoz. Pisti, bírod még egy fél órát? Jók vagyunk még egy fél órát? Még mennyi az idő? Fogalmam nincs. Ó, még csak fél kilenc van. Jók vagyunk, mert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cetlin van, és már 4 megvan. Ó, hát én simán nyomok másfél órát is, nem felel. Hát jó, akkor jön a következő kérdés, amit megint lesz egy kis összefonódás ugye az én életem meg a tiéd között. 2008 Szeghalom. Ugye ott te vendégpóz voltál, egyébként a videó után azt a felvételt elküldöm neked, mert nem hiszem, hogy neked megvan, de nekem megvan. Vendégpózoltál 2008-ban egy bizonyos zenére, és ahogy én mondtam, én is akkor minden délben elmentem ugye a kis internetkávézóba, megnéztem a kis motivációs videómat, és akkor volt egy kurva jó videó Jay Cutlerről, egy ilyen, talán az első ilyen motivációs videók egyike, ami alá egy eszméletlen jó zene volt bevágva, és én állandóan azt a zenét hallgattam, és emlékszem, hogy lejöttünk színpadról, ugye vártuk a döntőt, ültem az öltözőbe, rohadt szarul éreztem magam, mert bevettem három vízhajtót a verseny előtt, mert Béla mondta, hogy csak egyet vegyek, úgyhogy gondoltam, három jó lesz. De három mit? Furos személy, de az hagyjuk is a sztorit. Tudom, hagyjuk is a sztorit. És ültem ott, ugye kínlódtam, és meghallottam azt a zenét. És esküszöm, azt hittem, hogy hallucinálok. Mert mondom, én ezt a zenét hallgatom három hónapja minden nap, és most érdekes. Szórokból. És az első kérdésem az egyik, csak ledesztelem a memóriádat, hogy emlékszel-e erre a zenére. 2008 Szeghalom vendégpózolás. Nem az a izé volt, amire a Kevin Levroni is pózolt, és utána meg átment a Billie Jean-be a Michael Jacksontól? De korrekt, azaz. Azaz. Igen. Ez a nem semmi, hogy emlékszel, na erre nem gondoltam volna. Jó, és ugye megvolt ugye ez a vendégpózolás, akkor még te ugye nem éltél Amerikába, és a kérdésem az lenne, hogy ebben a 2008-as időszakban hogyan viszonyultak hozzád a magyar versenyzők, meg úgy egyáltalán a magyar testépítés, mert ugye te úgy néztél ki, hogy volt a magyar testépítő közösség, meg a német Pisti, mert ugye te nem indulsz magyar versenyen, te Amerikába indulsz, te már profi vagy, nem vagy amatőr, te már nem vagy szájtekes, mindenki más szájtekes. Tehát hogyan éreztél-e valami különbséget a versenyzők hozzáállásában feléd? Jó kérdés, mert ezen így el lehet gondolkozni, ugyanakkor annyira jó kérdés, hogy nem tudom a választ, hogy ők hogyan álltak hozzám, mert én akkoriban még, mert ez később jött az én életemben, hogy én kommunikatívabb lettem az emberekkel. Ez a 2008 az még nem az a német Pisti, hogy így leül 3-4 órát beszélgetni. Nem, szóval én sose voltam akkor se vegyülős velük annyira. Aztán így a SciTech-től való eltávolodás miatt ez így még távolabbra került. Majd ez a IFBB profi vagyok, külföldi versenyeken indulok, engem ezek a versenyek már nem érdekelnek. Biztos vagyok benne, hogy ez arrogánsnak jött le. De hát ez volt az igazság. Hát most nyertem magyar bajnokságot, nyertem szuperbodit. Hányat nyerjek még? Lehet, hogy mondta volna valaki, hogy hát idén nem tudnád megnyerni. Jó, oké, de már nyertem korábban. Szóval én nem arroganciából voltam más irányban, hanem egyszerűen engem az érdekelt. Tehát én a Mr. Olympiára akartam menni, és az arra volt, ez meg erre. Egyébként akkor én egy visszajelzést így elmondok neked, ugyanis neked volt egy másik vendégpózolásod ugye előtte, ahol ott volt ugye a Lauter Viktor, ott volt a Barna Robi, ott volt a Kati Béci, ki volt még ott? Szeghalom. Így van. És emlékszem, amikor ugye hazajött Debrecenbe Béla, az első kérdés az volt, hogy nézett ki a német Pisti. Mert ugye ez nem úgy volt ám, hogy arról egyből tudtuk, hogy ki hogy nézett. Internet, várni kellett egy hónapot a magazinokra. Ja. Emlékszem, hogy kérdeztem azonnal Bélát, hogy hogy nézett ki a német Pisti, és azt mondta, hogy így emlékszem, ahogy mondta, hogy fizikumra jó, végtagokra kétszer akkora, mint én. És amikor a 130 kilós Kati Béla ezt mondta, hogy végtagokra kétszer akkora, mint én, és mondom, az hogy a picsába lehetséges, hogy valaki ennyire izmos? Jó, hát igen, megint csak ugye az arányok, hogy nagyon sokan, ugye mai napig, ugye a tömegben látják
ugye az előrehaladás lehetőségét, holott az arányokon múlik az egész. Tehát ha valaki 75 kiló csak, és gyönyörű arányokkal rendelkezik, akkor az oda fogja verni a 90 kilós izmosabb embert, aki aránytalan. Szóval annyi volt, hogy igen, én akkor valahogy verseny előtt voltam. Az az NPC verseny előtt volt 2006-ban. Igen. Tehát nagy kar, kis derék, nagy láb. Tehát ez volt az alap nálam, és ettől tűntem izmosabbnak, holott Béla, ugye, aki ezt hitte rólam, ő sokkal izmosabb volt, mint én, hát ő egy hegy volt. Érted? Szóval, ja, ez az jó kis pózolás volt, az egész Fitness 2000-es csapatot megjelent. Bizony, Tóth Dani is ott volt közel formában, akkor volt ugye Viktor is versenyformában, mindenki volt, és egy nevet behoznék ide, csak hogy egy pár percet esetleg, ha más nem, legalább megemlékezésképpen beszélhetnék Barna Robiról. Neked volt kapcsolatod vele, ismertétek-e egymást, vagy milyen volt a kapcsolatod a Robival? Hát, ezt a részt, ezt annyira nem akarom részletezni. Nem magam miatt, hanem, hogy mondják ezt, kegyeleti kegyeleti okokból. Én nagyon nem voltam vele jó viszonyban, egyáltalán nem. Nem tudtam, azért kérdeztem. Egyáltalán nem. De nem azért, mert ez belőlem indult volna, vagy hogy ő nekem egy rossz embernek tűnt. Egyszerűen csak, csak annyit mondok erről, ő azon emberek közé tartozott, akikből voltak sokan, hogy amíg tinédzser kisrác voltam, addig egy bizonyos módon álltak hozzám, aztán amikor abszolút magyar bajnok lettem, akkor teljesen más, hogy álltak hozzám. Ebből gondolom, hogy tudod, hogy miről van szó. Ennyi volt csupán, úgyhogy ezt utána mi nem is erőltettük, de valóban a Fitness 2000-es pályám elején, ugye ott laktam a Fitness 2000-be, Robi meg maga volt a Fitness 2000, hát ugye ott volt a pultba, edző volt, úgyhogy mi együtt edzettünk, jól el voltunk, aztán változtak az idők, változtak az emberek, és aztán így eltávolodtunk, ennyi. Jó, akkor következő cetlimre rátérnék, ami ugye Amerika. Akkor ugye te kiköltöztél Amerikába, ez úgy dióhéjba, hát ezt így mondjuk nem mintha el dióhéjba, de úgy mégis honnan jött akkor ez az ötlet erre az ugrásra? Mert ugye én, aki kiköltöztem szintén 10-11 éve külföldre, én tudom, hogy az emberek elképzelni se tudják, hogy mennyi szopással, szívással és szomorúsággal és fájdalommal jár külföldre költözni, tehát hogy mi van ennek a hátterében, hogy ez mennyire megterheli az embert, hogyan éltette ezt meg a külföldre költözést, meg a szüleit hogyan élték ezt meg? Hát, ugye ez pár kérdés, de mindjárt így azt megválaszom a lényeget, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, és utána sem sokat enyhült ez a nehézség, de az eleje az így borzasztóan nehéz volt. Az meg, hogy mi miatt volt ez a döntés, de egyszerűen csak amiatt, hogy ez nekem réges-régen célom volt már, hogy ne csak kijárjak az Egyesült Államokba, hanem hogy ott éljek. Másrészt 2006-ban, 7-ben, 8-ban kiutaztam Amerikába, ugye a versenyekre, és ez rengeteg pénzbe került mindig. Kb. Mindegyik ezen évek végén teljesen csődbe voltam. És utána indult a következő év. És amikor ezt már háromszor megcsináltam, akkor úgy voltam vele, hogy ja, meg a másik meg az, hogy ezek a folyamatos sztorik, hogy ez, amit mondtál, Flex Louise, ez meg ide ment, Hidetada Yamagishi leszerződött, nem tudom, mivel. Én meg itt, hogy most egyszer mindig csak kiesek két hétre, mit fogok ebből én elérni valaha? Érted? Szóval úgy voltam vele, hogy baszki, ki kéne költözni, de ennyi. Tehát ennyi volt az alap, hogy baszki, ki kéne költözni. És 2009-ben így gondoltunk egyet az akkori barátnőmmel, és 4 bőröndel kimaradtunk. Én úgy, aki ezen már keresztül ment, az tudja, hogy... Nem tudja. Tudja, aki ezen keresztül ment, hogy ez mennyi szenvedéssel és szopással jár az elején, és te az elsők között voltál, akik akkor csináltak ám ilyet, hogy ilyen blogoltak ugye az interneten, mert aki ezt nem követte, az azt gondolhatta, hogy hát a német Pistit azt ugye magángéppel kivitték Amerikába, és akkor te ott hirtelen sztáredző lettél, de hát azért... Meg, aki nem érti ugye, hogy akkor, ha bár volt az IVI, úgy tudom, indult a Facebook, Úgy. De
Én úgy gondolom, hogy a Snapchatből kiinduló 24 óránként eltűrő üzenetek, sztorik, azok hozták azt elő, hogy manapság már az ember, köztük én is, az egész napját megosztja a követőkkel, de akkoriban, 2009 ugye, akkoriban hiába volt Facebook, nem tettünk ki oda mindent. Nem. Tehát más volt. Néha kiment valami, és hogyha mi egy Amerikába kiköltözött magyar emberek voltunk, akkor természetes volt, hogy szopás, vasárnap kimegyünk a beachre, lefotózzuk, kirakjuk az internetre. Érted? Szóval ez így volt. De nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, és én limitált angollal rendelkeztem, a barátnőm annyit tudott, hogy yes, no, money. Ezeket tudta így kb. Én egyébként emlékszek ezekre a vlogokra, és te az elsők között voltál, aki ki is tette, emlékszem, a kúráját, kitetted, hogy mit használsz, a progress picture-öket ugye kiraktad, mindenre emlékszem, és az akkor nem létezett ilyen Magyarország. Igen, és ez azért vicces, végre valaki, aki ennyi ideje benne van ebbe a témába, mert ugye én 17-ben kijöttem ezzel a testépítés kamuk nélkül videóval, és hogy én ott közben ott a szteroidokról beszélek, de hát most mondod, hogy én már előtte 10 évvel erről rilkáltam. Pontosan. Mindegy. És akkor egyáltalán nem létezett ilyen. Én emlékszem, hogy olvastam, hogy most erről váltottál erre, mert közelebb van a vele. Azt sem tudtam, hogy mitől beszélsz. Mondom, ez micsoda? Mondom, nem értettem. És tudom, hogy ugye utána te ugye végzettséged lehet edzőként, elkezdtél dolgozni, stb. De amíg el nem kezdtél edzőként dolgozni teljes állásba, hogyha megemlíted, hogy addig azért neked voltak más munkáid is, mert mi azt hittük... Utána is. Hogy téged utána Amerikában is sztáredző lettél, de hát ez nem egészen így nézett. Utána is, mert amikor már így realizálódott ez a legális munkavállalás, akkor se kerestem annyit, amennyi kellett. Tehát emlékszem, valami 6 vagy 7 állásom volt legtöbb párhuzamosan. Jó, most ezt a 6 hetet úgy kell képzelni, hogy például ebből mondjuk a 7 állásnál az volt, hogy ebből 4 egymástól különböző városokba kidobó voltam bizonyos klubokba, és azt mind külön kellett leszervezni. Nem egy cégnél dolgoztam, hogy ide küldtek, oda küldtek, amoda küldtek, hanem csak az volt. 4 dolgoztam GNC táplálékkiegészítő üzletben, magyarokkal a Tampai Mallban, az a Tampai Pláza, dolgoztunk magyarokkal, azzal kezdtük, dolgoztunk magyarokkal, takarítottunk apartmanokat. Kinn ez akkor is szerintem azóta is, hát most mit mondjak, virágzik, mert ha magyarok kimennek dolgozni, legtöbbször ezt csinálják, mert mit csinálhat még építőiparba esetleg valamit dolgozik, vagy valami mesterember, de oda már lehet, hogy valami license is kell, tudod, az már nehezebb. Takarítás meg ugye mindenki meg tudja csinálni, és azért amikor a Floridáról beszélünk, ugye, Floridában a New Yorki milliómosok fenntartják a lakásokat, hogy telelni jönnek Floridába, azokat folyamatosan takarítják egész évben, és ilyen több millió dolláros apartmanokat lehetett takarítani, és ilyen, ők tőlük már főleg ilyen viszonylag nagy pénzeket be lehet szedni. De már egy alapháztakarítás is $150 volt. Tehát $150 kaptál azért, kitakarítottál egy házat, és aki ebbe benne volt, az megcsinálta 3 óra alatt. 3 óra alatt $150, hol a faszomba kerestem volna annyit, érted? Mert ugye mit mondunk, akkor az $50 órabér, ehelyett, ha elmentem kidobózni, az $10 volt óránként. Akkor takarítok, bazd meg. De aztán az úgy maradt, és amivel csak lehetett pénzt keresni, természetesen már akkor is edzősködtem, amikor illegális volt, de hát ez van. Valahogy el kell kezdeni, te aztán tudod, gondolom. Ezt senki nem tudja, csak aki ezt végig szívta 10 évvel ezelőtt ugyanúgy, mint te meg én, ez félelmetes, hogy az embernek min kell átmennie, hagyjuk is, nem is akarok rá. Nagyon komoly, és a durva az, hogy te emellett készültél profi versenyekre. Hát igen, ez semmi értelme nem volt ennek, tehát így úgy értem, hogy én akkor is benne voltam, és én tudtam, hogy ezt nem így kell csinálni, meg hogy ez így nem jó, de ugye tudod, hogy esélyem volt arra, hogy együtt dolgozzak George Farah-kal, kaptam egy szponzori lehetőséget, abban alá kellett írnom 2 2010-es versenyt, ugye következő évre minimum 2 versenyt, és egyszerűen az volt, hogy baszki, akkor most ne csináljam. Ja.
Tehát most mondjam, a szponzor cégnek, hogy inkább mégse, meg George Faraknak mondjam azt, hogy hát köszi, hogy akarsz te is ingyen segíteni, mint Milos, de hagyjatok már engem békén. Inkább elmegyek kidobóskodni. Na mindegy, egyszerűen muszáj volt. Tehát én akkor, amikor kiköltöztem Amerikába, az egy hét olyan hónap volt, amíg nem használtam táplálékkiegészítőt, nem használtam más szereket, semmit nem figyeltem az étkezésre, és akkor edzettem, amikor éppen tudtam. Ez már így is elég rosszul hangzik, ugye? De ez mellé azt gondolt hozzá, hogy ezelőtt a 7 hónapos periódus előtt én egy egyéves profi versenyfelkészülés végén voltam, majd itt maradtam minden nélkül, HCG nélkül, ami kéne, és elkezdtük építeni ott az életünket. És akkor úgy voltam a testépítéssel, jó van, majd később beszélünk. Tudod. És 7 hónappal később akkor leegyeztünk George Farrakkal, hogy akkor segít. Én vettem Amerikába életemben először cuccokat, és újra elindult a játék. Aztán, amit láttatok a Tampa Pro színpadán, amivel végül kvalifikáltam a Mr. Olympiára, hát az lett a végeredmény, de hát néztem én már ki annál jobban is. Hát érted? Szóval az igaz, hogy az arányaim faszák voltak, tehát például egyáltalán nem volt 2010-ben az, hogy túl nagy a lábam. Hát de miért? Mert összement. Azért. Szóval, és ez az arány, ez tetszett nekik, meg nem volt olyan, hogy mondjam, ilyen ogrés, mint egy kicsit arra hasonlít a José Raymond, tudod, az ilyen kis tömzsip, és akkor mellette beálltam a kis esztétikus kis áramvonalas pózaimba, és azt mondták, hogy na, tehát még szerencsém is volt azzal, hogy nem voltam annyira izmos, mert azt nézték, hogy jó van ez a nagyon izmos, José Raymond, meg ez a jó alakú gyerek itt. Emlékszel a harmadik mögötted? Tricky Jackson, az volt a neve. Így van. Nem tudom, mi volt az igazi neve, Trickynek hívta magát mindig. Én szerintem az volt, hogy Richard Tricky Jackson. Oké. Jó, és akkor ugye elérkeztünk végül is a beszélgetésünk csúcspontjához, végül is a Mr. Olympiára ugye bejutottál, ahova szintén úgy kellett készülnöd, hogy semmi dolgod nem volt, csak edzeni, meg dőlt a pénz, ha jól gondolom, mert mi ezt gondoltuk. Nem. Egyáltalán nem. Nem, és akkor már így kezdett összedőlni a kártyavár, mert azért ezt a versenyfelkészülést, ezt még úgy összehoztam, erre a Tampa Pro-ra, meg a Jacksonville Pro-ra, és így összejött a kvalifikáció, de egyszerűen minden pénzem elfogyott. Most így, hogy lehet ezt még máshogy mondani? Tehát így ez a kérjek kölcsön, vagy semmi. Tehát úgy volt elég pénz addigra, ugye 2010 a nyara, ami egy évvel van a kiköltözésünk után, én akkor készültem volna ugye normálisan a Mr. Olympiára, és igazából annyi pénzünk volt, hogyha nem lett volna a testépítés, meg a cuccok, meg a kaja, meg minden, meg a repjegyek, amit esetleg ki kell fizetni, akkor ugye ellettünk volna egy átlagosan. Tehát az átlagos életeddel egy el, vagy azt a kis kaját megveszed, kifizeted a lakbért, és jó. De erre a testépítésre egyáltalán nem volt még akkor pénz, de nekem meg akkor volt ott a lehetőség. Úgyhogy sajnos így nyár környékén így kezdett elfogyni a pénz, meg jöttek a levelek, hogy hát ha nem fizetünk, akkor az apartmanból kiraknak meg ilyesmit, és közben közeledett a Mr. Olympia. Úgyhogy ez sehogy nem úgy volt, ahogy én ezt akartam volna, vagy terveztem volna, úgyhogy elmentem, utolsó lettem, de legalább ott voltam. Emlékszem, akkor készült veled is egy ilyen motivációs videó a YouTube-ra, amit, na azt lehet, hogy többször láttam, mint a Cutler-es motivációs videót, és én szerintem kurva jó volt az angolod, nem is az a lényeg, hanem... Ja, hát próbálkoztam. Itt ugye a YouTube születéséről beszélünk, tehát itt ekkor kezdődött lényegében a YouTube, és akkor még, nem tudom, szerintem akkor még ebben azért nem voltak annyi lehetőségek, nem volt benne pénz, de amikor elkészült ugye ez a motivációs videó, tudod, mikről beszélek? Aha. Persze. Akkor először is kiforgatta azt le, kirakta össze, és volt-e egyáltalán ilyen opció akkor, hogy te a YouTube-ra készítesz videókat, és majd abból pénzt keresel, vagy ez nem is volt még akkor egyáltalán? De most ez a Mr. Olympia előtti videó volt, mert volt egy pár... A Mr. Olympia előtti, azaz. Hát igazából az annyi volt, hogy azt a szponzorcég készítette. Igen? Ja, tényleg emlékszem is. Azt a szponzorcég készítette.
Tehát ők Connecticutban székeltek, mert ez a Sportica nevezetű cég, ami Amerikában az egyik legnagyobb export és import cége, és ő náluk az egyik márka szponzorált engem, úgyhogy ők akartak összerakni ilyen kis motivációs videókat, és jól mondott, hogy akkoriban ez még nem volt annyira tipikus. Nekem meg az angolom nem volt annyira jó, de hát most persze, hogy mondtam, hogy persze, elmondok mindent, és akkor így próbáltam valamit ott makogni. És az ott volt Tampán, amit említettél Tampát, ez már ott volt, mert ott laktam 6 évet. Oké, okay, következő. Te voltál az első, aki elkezdett csinálni, ugye akkor már YouTube-ra, ilyen vlogokat, és én emlékszem, hogy mi azt láttuk, hogy a Pisti éjszaka körözget a városba, ugye a 7-es bemével, és ugye beszél bele a kamerába, és mi úgy voltunk vele, hogy basszus, miért nem ülsz le egy stúdióba, és mondod el ezeket normálisan, hogy miért kell ezt az autóból elmondani, és megmondom őszintén, nagyon furcsa, mert ugye én is elkezdtem ezt a YouTube-ozást, és egyszerűen nincs rá időm, és én is elkezdtem az autóból beszélni, és azért, mert nincs az embernek, viszont utazol, mindenhogy utazol, és úgy vagy vele, hogy a rádió hallgatás helyett beszélek a kamerában. Tehát neked ez egy tudatos dolog volt, ahol egy image-et építettél, vagy ilyenkor volt időd rá? Igazából időm az lett volna, tehát, vagy megoldottam volna, hogyha az úgy láttam volna jobbnak. De igazából nagyon egyszerű a válaszom erre. Ugye akkor már Las Vegasban éltem, és kaptam egy ilyen GoPro kamerát, és akkor arra gondoltam, hogy ezzel majd akkor már esetleg lehetne felvenni egy-két videót, amit pontosan így YouTube-ra, mert hova máshova akkor még, hogy oda feltölteném, és ugyanez, hogy de hol vegyen föl. És ez a, tudod jól, se a fény, se a háttér nem olyan, bla 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 bla, és akkor így próbáltam párat, és úgy voltam vele, hogy baszki, ez nekem nem tetszik. És akkor így gondolkoztam, és úgy voltam vele, hogy Las Vegas háttérnek hülye vagy? Hát ott megyek az autóval, csak fog látszódni valami abból a stripből, meg a felhőkarcolókból, autóba beraktam, jó, kicsit fölkapcsoltam ezt a lámpát, jó lesz ez, tudod. És ennyi. Tehát, hogy ugyanezt, hogy kerestem a lehetőséget így statikusan fölvenni, nem tetszett egyik se, és mivel ott éltem Las Vegasban, jól néz ki, ezért éjszaka elmentem napszemüvegben fölvenni a videót. Úgyhogy ennyi. A kérdésem az, ne arra, hogy Pisti, nagyon hülyén fogom megfogalmazni, mert nem is tudom, hogy hogy, de tudni fogod, hogy mire akarok kiukadni. Igen. Földön élsz, már van egy jó autód, már rengeteget dolgoztál, már nagyon sok kínlódás van mögötted, és jön ez az ötlet, hogy akkor csináljunk YouTube videót, készítsünk el videót ugye a magyaroknak, és egy picit hasonló helyzetben vagyok én is, mint te, ugye már 11 éve vagyok itt, valahol azért most már tartok, és benned volt-e az, hogy utálni fognak azért, amit elértél, és hogy helyesen megmutatni, hogy mit értél el. Basszus, ez nagyon hülye hangzik így. De érted, mit akarok mondani? Szóval tudom, hogy rengeteg negativitást kaptál, hogy a 7-es BMW, meg napszemüveg, meg Las Vegas, és megmondom őszintén, tegyük fel, hogy lehet, hogy nekem is van egy relatíve jobban kinéző autóm, és folyamatosan az van bennem, hogy ki sem merem posztolni, mert nehogy az legyen, hogy érted, mit mondani. Igen, értem, hogy mit akarsz ezzel mondani, de ez két dologgal szerintem így meg tudom válaszolni alapvetően, aztán még lehet ezt boncolgatni. Az egyik az az, hogy most ez genetika, vagy nem tudom, de engem soha, tehát úgy értem, óvodában sem, soha valahogy, mert utána már tréningeztem magam rá, de már alapvetően nem érdekelt másnak a véleménye. Sem ez lett volna. Oké, tehát nem érdekelt egyrészt, másrészt nagyon-nagyon nem voltam társas lény, meg hogy kommunikáció, nem az, hogy kommunikáció képes, meg kommunikálni mindig jól tudtam, csak nem akartam. És ezért van az, hogy nekem ez tök mindegy. A másik, amit te mondasz az autóval kapcsolatban, az meg annyi, hogy látod, te is 10-11 éve kinnélsz, de szerintem egyetértesz azzal, hogy amit mondasz, ez egy tipikusan magyar dolog. Tudom. Tehát, és mivel te tudod azt, hogy Magyarországon ez egy dolog, ezért gondolom, ezért nem akarod, még ha te nem is így gondolod, így de van. Ez egy magyar dolog, és én ismerek gazdag
vagy feltörekvő olyan magyar embereket, akik így véletlenül sem tennének ki semmit, mert de nézd, nem tudom, ez Angliában hogy van, ugye Angliában, vagy úgy tudom, ez ott hogy van, de hát Amerikában pont az ellenkezője van. Többet raknak ki, mint ami, az övé valójában, érted? Teljesen az ellenkezője, itt is a kutyát nem érdekli, mit van, mert itt az emberek nem foglalkoznak úgy a külsőségekkel, és én is egyébként 200 méterre lakom a tengertől, pontosan itt van a tengerpart, és sokszor gondolkodtam rajta, hogy milyen fasza lenne csinálni egy ilyen vlogot, hogy lemegyek a partra, és a következő gondolatom tuti, hogy jönne a negatív komment, hogy bezzeg a tengerpartról, könnyen beszélsz, és ez egy ilyen gátat hoz ugye benne. Figyelj, ha jó a content, az a lényeg, és hogyha a háttér vagy a körülmények ilyen trigger point, és legyen akár neki eleinte negatív is, hidd el, hogy utána az csak segíteni fog abban, hogy mások is megnéznék, mint ahogy ugyanezeket az autózós videókat is. Folyamatosan először, biztos vagyok benne, azért osztogatták meg, amit mondasz, hogy a fasznak vezeti éjszaka a napszemüvegbe Las Vegasba. Aztán, ha már ezért megnézi, vagy legalábbis elkezdi megnézni, akkor lehet, már nagyobb esélyed van arra, hogy tetszik neki ez a content. Nem tudom mennyire vagy képben ilyen motivációs speakerökkel, de például van itt az interneten ez a csávó, ez a Ty Lopez, aki úgy kezd most már a bodybuilding.com-nak a tulajdonosa. Most múlt héten így private jettezés közben mobilról megvette a bodybuilding.com-ot. Szóval ilyen csávó most, 2022-ben, de valamikor 10 évvel ezelőtt ő úgy kezdte, hogy egy viszonylag egyszerű garázsban fölállított egy könyvespolcot tele könyvvel, mögötte elég átlátszóan állt egy Lamborghini, és arról kezdett el az első videójában beszélni, hogy itt vagyok a garázsomban a Lamborghinimmel, és tudjátok, miért van itt ez a sok könyv? Azért, mert ezekből tanultam mindent. Bla, 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 bla. És ez az egész setup, ez bullshit volt. Akkor még, mert utána már ismerte. De ebből építkezett, és ilyeneket mondott, hogy minden nap elolvasok egy könyvet. Meg ilyenek. És annyi trigger point volt, hogy nézd meg, ott van a Lamborghini. Meg mi az, hogy minden nap elolvas egy könyvet? És az emberek elkezdtek vele foglalkozni, a kontentje meg jó volt. Egyébként vicces, de volt, nem, megmondom őszintén, nem jegyeztem meg a nevét, Dave Palumbónak az egyik podcastjében volt egy ugyanilyen milliárdos, aki egyébként steroid kereskedelemből lett ugye milliómos, aztán milliárdos, és ő ugyanezt csinálta, hogy elkezdett ugye influencereket szponzorálni az Instagramon, például oda, ahogy mondod, adatta nekik ugye a luxus autóját, a luxus lakást, a luxus lakást, és az influencer ugye úgy adta elő, hogy az az ő lakás, az ő kocsia, és ezáltal ott neki nő ugye a követőszáma, és abból meg ugye visszajut ehhez a milliárdoshoz is pénz. Igen, és az a helyzet ezekkel, hogy nem szabad elmenni a tény mellett, hogy ha bár ez egy kamunak indul, de ha jó a contented, akkor ez a figyelemfelkeltés csinnadratta, ez indíthat el téged. Mert ha jó a content, akkor menni fog a dolog. Ha meg szar a content, akkor rájönnek az emberek. Tehát, kamu ez az egész, meg beszélni se tud. De hogyha kamu ez az egész, de nem biztosak benne, te meg kurva jó dolgokat mondasz, majd újra jössz vissza hetente, akkor előbb-utóbb el tudod adni azt a dolgot, amit akarsz, mert úgy vannak vele, hát baszki, hát ő csak tudja, hát nézd meg ezt a házat, meg az autót. Megmondom őszintén, Pist, sokkal többet tanultam most tőled az elmúlt 10 percben, mint gondolnád. Ez egy kicsit önző kérdés volt, mert nagyon érdekelt ugye a te véleményed, mert picit ugye úgymond 10 évvel később, de ugye végül is lényegében a te lábnyomaidat követem ugye ezen a téren, ugye próbálok ugye a YouTube-ra is kontentet gyártani, meg ilyenek, és pont ezen gondolkodtam. És nagyon jól csinálod, mert bele szoktam nézni, és kevered a témákat, tehát látom rajtad, hogy nem feltétlen úgy van ez összeállítva, hogy te akarod, hanem ahogy te gondolod, hogy a nézők akarják. Én most megmondom őszintén, ezen a mondatodon most csak így akkor egy kicsit beszartam, hogy ezt mondtad, de köszönöm, Pisti. Tényleg, én is ugye sokat gondolkoztam rajta, hogy hol van az a határ, ahol én nem tudom igazán jól kezelni, megmondom őszintén még, mert még csak egy éve vagyok benne, én a negativitást nem kezelem jól, és folyamatosan ezen parázok, hogy
hogy nehogy az legyen, amit ugye beszéltünk, hogy na, ez a köcsög onnan beszél a tengerpartról, én ezt még nem tudnám kezelni, és megmondom őszintén, ezzel rá is ugrok az utolsó bónusz kérdésemre, ami engem a legjobban érdekel az összes eddigi téma közül, hogy te hogyan kezelted, és hogyan kezeled jelenleg a stresszt és a negativitást. Mert azért te mindig egy megosztó személyiség voltál, és te hogyan kezelted ezt régen, 20 évesen, 30 évesen, és ma hogy kezeled ezt? Hát hozzászoktam. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, és egyszerűen hozzászoktam, de a mai napig nem egyszerű. Mai napig nem egyszerű, mert hogy mondjam, ilyen negativitás szinte kizárólag onnan jöhet, amivel foglalkozom, tehát a testépítés, meg az edzősködés, meg a versenyzés, stb. És habár tűnhet arrogánsnak, de nekem az a véleményem, hogy ebben a témakörben, ha valamilyen témakörben, akkor ebben a témakörben, aki velem nem ért egyet, annak nincs igaza. Egyet. Mert én nem beszélek hülyeségeket, én nem nagy zoló vagyok, hogy úgy meg amúgyan. Nekem nincsenek saját technikáim, hogy na, én így csinálom. Nem. Én mindennel kapcsolatban az edzősködés, amit kell az interneten promotálni, amikor telefonos konzultációkat csinálok, amikor tímmel foglalkozunk a feleségemmel, minden őszintén jön a számból, a feleségem szájából is, nem képmutatás, nem félrevezetni akarjuk a versenyzőket, hogy na majd ezzel megfoglak, és akkor még tovább fizetett ki ezt a havi díjat. Nem, hanem mi soha nem kamuzunk, mi így bele a képet, elmondjuk, hogy mi van, akkor is a negatív. Akkor is a negatív. És mi így kommunikálunk. Na most ezáltal, amikor néha-néha, mert van egy pár hülye gyerek, hidd el, mai napig, edzők, versenyfelkészítők, akik így bebetalálnak engem így ilyen 3-4-5-6-8 havonta így valaki. És nekem meg az agyam elszáll, hogy komolyan, te engem. Szóval ezeket ezért nem tudom már komolyan venni, mert van egy ilyen magyar testépítő hierarchia, ugye? És abban így van itt most itt egy ilyen sáv így a képernyőben, én ott vagyok fölül, kb. 10 emberrel itt Magyarországon, és minket egyszerűen nem lehet megkérdőjelezni már. Ez visszavezetés arra a kérdésedre, hogy a negativitást a YouTube-on, stb. Te, ha bár egy már elismertnek számító személyiség vagy ebben a témakörben, én úgy gondolom a visszajelzések alapján, a Facebookon is, a YouTube-on is, de ugyanakkor még mindig feltörekvő. Abszolút. Magyarul köztem és köztem, mert ha tanácsot kérsz tőlem, ebben nem tudok megfelelő tanácsot adni, és megint csak az én Magyarországon betöltött pozíció miatt, tehát hogyha fölraksz egy YouTube videót, és én fölrakok egy YouTube videót, akkor jön negatív komment, neked, most mit mondjak, muszáj professzionálisan, kedvesen, tanítóan reagálni, és azt a, most ezt hiába, hogy megnézitek ti is, a követő is annyinak, ez akkor is így van. Ez így van. Akkor is így kell reagálni, hogyha semmi igazság nincs abban, amit ír az az ember, és bunkó, és agresszív, és stb. De neked egyelőre muszáj fenntartanod legalább a látszatát annak, hogy te mindent jól tudsz reagálni. Figyelj, neked is van egy nézőpontod, de én pedig bla 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 bla. Na most, ha az én videómra érkezik ez, én úgy érzem, hogy készen állok arra, hogy elküldjem a picsába. És én el is küldöm. Mert nekem ír valaki egy ilyet, én elküldöm a picsába. De hogyha 20 évvel korábban lenne, akkor azt csinálnám, amit te. Én megmondom őszintén, kb. 30 órája vagyok ébren, én esküszöm, még nem éreztem magam ilyen jól soha interjú közben. Felébredtél? De egyszerűen jegyzetelek, tehát basszottul élvezem, ezt nem tudom máshogy mondani, de egyetlen egy kérdés még, ha belefér, de én most a nézőktől így formálisan valamilyen szinten el is köszönök, mert szerintem ezt a kérdést ki kell majd vágnom, úgyhogy lehet, hogy kettőnk között fog maradni, úgyhogy ha itt véget ér a videó, akkor mindenkitől elnézést kérek, és köszönöm a megtekintést mindenkinek. Az utolsó Jolly Joker kérdésem,
stressz. Még annyi, nektek nézőknek későbbi, mert ugye ez felvételre megy majd, nektek nézőknek is üzenem, hogy majd kommentekben írjátok le, hogy mi az, ami tetszett, mi az, amire még kíváncsiak lennétek, tehát, hogy folytassuk esetlegesen ezt a beszélgetést, főleg akkor, hogyha itt most így ki lesz vágva valami. Nem provokatív a kérdés, csak ugye figyelembe kell venni, hogy én egy másik országban élek, és te is egy másik országban éltél ugye nagyon-nagyon sok évig, sőt, 10 évig, vagy meddig 11. éltél. Pontosan én most járok 11 évnél, és a stresszkezelésről szeretnék áttérni egy témára, szerintem lehet, hogy már lassan sejted. Ugye te elkezdtél posztolni először ugye képeket, videókat, hogy ugye az erkélyen szivarozol, viszkizel, stb. És hát a szivar mellett volt ott más is, ami abban az országban teljesen normális. És ebben az országban is teljesen normális, de abban az országban, ahol ezt a videót nézik, ez kurvára nem normális, sőt, törvénybe ütköző dologról beszélünk. Hát igen, és ez mekkora flash, hogy te ezt fölveszed teljesen legálisan, ugye marihuánáról beszélünk, fölveszed teljesen legálisan, és ugye megnézik más országban, ahol meg nem legális. Igen, úgyhogy lehet, hogy ezt majd kivágom, nem tudom, de a lényeg, megmondom őszintén, Pisti, érdekelne a véleményed ezzel kapcsolatban, mert ugye kiraktad a posztokat, abból leszűrtem, amit leszűrtem, viszont tudom, hogy most már Magyarországon élsz, tehát mi a helyzet ezzel a dolgokat? Igazából nincs ezen mit kivágni szerintem, mert nyugodtan csinálhatnánk egy olyan interjút is, most nem velem, mert nem vagyok én annyira fontos ebbe a témakörbe, ha bár majd mindjárt mondom, hogy szívesen részt vennék benne, de most képzeld el, hogy csinálnánk egy olyan videót, hogy arról beszélünk, hogy a marihuána Magyarország illegalizálása. Hát mi nem lehetne erről videót készíteni? Lehet. És hozzáteszem, ez a mozgalom, ha egyáltalán van, amilyen mozgalom ebből van, én nemhogy ebben szívesen részt vennék, hanem vezető szerepet bármikor jelentkezek, és szívesen beszélek erről bárhol. Úgyhogy nézd, annyi, hogy... Igen, mond, bocsánat. Annyi, mond. Hogy ugye Amerikában az 50 államból talán már 38, valami ilyesmi legális, ugye a cannabis, meg az orvosi cannabis is, meg a rekreációs is. Úgyhogy ahol én éltem, Floridában nem, de Las Vegasban, Nevada államban, ott legális volt, és ott luxus boltok vannak mindenhol, ahova bemész, és mint a, mit tudom én, Magyarországon hol van ilyen a patikában, meg a postán, hogy aki számod, fölvillan, aki számod, hogy Steve a 10-es ablaknál. És így mész oda, és ott van egy csaj, vagy egy csávó, tudod, ilyen egyenruhába, és így látszik rajta, hogy hello, tudod, hogy valami volt ott is. És így nem hiszed el, hogy itt lehet ilyet, és végre lehet ilyet, és folyamatosan, én többször jártam ilyen boltokba hallgatózni, beszélgetéseket hallgatni, mert engem nagyon érdekelnek az amerikai emberek, mert annyi sokféle, annyi típus, annyi karakter van, annyi országból jövő és már amerikai, hogy engem kíváncsi volt, hogy milyennek a tehát különböző amerikai helyekről érkező emberek ez hogy állnak. Mert ezt úgy képzeld el, hogy Las Vegas az egy turisztikai központ, és legális a marihuana. Tehát mindenhonnan Amerikából jönnek emberek, és előbb-utóbb, még ha nem érdekli akkor is, vagy nem akarja használni akkor is, kijut egy ilyen boltba, és így hallottam a beszélgetéseket, mit tudom én, hallatszott, hogy ilyen texasi üzletemberek jöttek valami meetingre, hát lejöttünk már be a cannabis store-ba, hogy mi van itt, és így hallottam a beszélgetést, hogy te Joe, ha gondoltad volna ezt 20 évvel ezelőtt, mi? Hát milyen komoly, már oda mész, azt megveszed, kimész, rágyújtasz az utcán, és hogy látni, főleg az idősebb korosztálynál azt, hogy mekkora fordulás volt ez az egész országban, hogy a 90-es években, aki ezt megcsinálta, lehet, hogy még mindig börtönben van valami miatt, most meg kint az utcán szívod. Így. Szóval nem tudom, mennyire menjek ebbe bele, én abszolút ennek a támogatója vagyok, stresszkezeléstől függetlenül is, és én 38 éves vagyok, és 13 éves korom óta on-off. Tényleg? Ez folyamatosan. Folyamatosan. Hát Amerikában meg főleg, mert ott sokkal egyszerűbb volt a dolog, de hát megoldottuk mi ezt Bács-Kiskun megyében is. Megmondom őszintén, nekem van egy, nem tudom, ismerős vagy azzal a kifejezés, hogy ADHD. Igen.
Na, az van nekem. És amikor... Feleségem ugye... szerint nekem is. Egyébként elég... Megmondom őszintén, elég valószínű egyébként. Nem úgy nevetek rajta, hogy jaj, dehogy is, hanem hogy neked ez állítólag akkor van, én simán elhiszem, hogy nekem van. Hát most... Valószínű. Igen. És ugye, amikor ugye erről beszéltem pszichológussal, gondolhatod, mi volt a legelső dolog, amit mondott, nem a Xanax, nem a diazepam, nem a többi, hanem, tehát, hogy azért lássák már, akik ezt nézik, hogy mi, ahol élünk, vagy ahol éltünk, ez egy teljesen más világ, és én nem tudom, hogy ugye 11 éve nem élek otthon, és 5 éve nem is jártam Magyarországon, nem tudom, hogy jelenleg az átlag magyar ehhez hogyan áll hozzá. Remélem, Szerintem rosszul. Rosszul, ez a... Igen, nem értem negatívan. Igen. Én is így gondolom, hogy ez továbbra is az embereknek a fejében úgy él, mint ugyanaz, mint aki hétvégén szétcsapja magát piával és összehányja a padlót. De ezt mondom, hogy ezért nem értem ezt az egész negativitást, mert habár ez egyértelmű, hogy orvosilag erre szükség lehet, és szükség van, de felteszem a kérdést, hogyha nem orvosi szempontból beszélünk róla, hanem csak úgy, egy szombat éjszaka, mint ez az éjszaka, akkor miért elfogadott az, ha viszkit iszom, és miért undorító az, hogyha füstölök egy növényt? Tehát, pontosan ezt szerettem volna tőled megkérdezni, hogy most már, hogy Magyarországon élsz, hogyan állsz ehhez a dologhoz hozzá, változott-e valamit, kénytelen vagy-e úgymond elhagyni, vagy ugyanúgy megoldod? Figyelj, megoldom és várom a legalizációt. Aztán a legalizációt ne félj majd, ha lesz, akkor azt majd nagyon sokan anyagilag is meg fogják lovagolni, és kurvára meg fognak belőle gazdagodni. Csak ezt még nem ismerte fel Magyarország, amíg ugye jelenlegi kormány van, az egész kormány tervezet, nem úgy néz ki, hogy ebből marihuana legalizáció lenne, egyszerűen nem olyan típusok, szóval erre még várni kell, de most mondom, hogy ha majd létrejön, akkor adj egy pár évet, és garantálom, hogy jobb hangulat lesz Magyarországon, de most komolyan, de miért? Mert most ez agyfasz, hogy ezt ki kell mondani, mert többen fognak füvezni. Azért lesz jobb hangulat. Mert hogyha összehozol, ezt Snoop Dogg is elmondta, de ezt már, ugye, ki más, de ezt már többször, többféleképpen mondták, csak egy ilyen kis vicces példa, de teljesen igaz, és aki nem tudja, hogy miről szól a marihuana, még ebből se fogja megérteni, de legalább így valamennyire így elképzelni, mert úgy képzelik el, hogy egyrészt szétcsapod magad, a másik, hogy úgy negatívan, mint a parti drogok, tudod, hogy azt is látod az emberen, hogy droid, de nem, ez valami teljesen más, nem mindegy, és Snoop Dogg és sokan mások is így írták le, hogy engedj be egy csarnokba 100 embert, mondjuk, akik nem ismerik egymást, és adják körbe feleseket, előbb-utóbb verekedés lesz. Vagy engedj be egy helyre 100 embert, akik nem ismerik egymást, gépekkel fújasd be, bazd meg a füstöt, ezerrel, és úgy fognak ott haverkodni, táncolni, sztorizgatni, kurva jól fogják magukat érezni. És akkor utána felteheted a kérdést, hogy akkor melyiket kéne legalizálni, ha ez a kettő valami, ugye az egyik az alkohol, a másik a marihuana, mindkettő illegális lenne. Ezt a kis próbát, hogy mondják, ezt kísérletet végrehajtanád, utána melyiket szeretnéd inkább legalizálni a két illegális dolog nélkül? Valószínű, hogy a marihuana mellett döntenél, hisz úgy néz ki, az emberek jobban viselkednek vele. De nem, fordítva van. Bármikor bemeltek, itt az utcán... Ez volt a legjobb példa, amit valaha hallottam, ez kurva jó példa. Bármikor bemehetek itt az utcán, vehetek egy üveg viszkit, és az egészet lehúzhatom, az egészet megihatom, és utána jöhetek, mehetek, hányhatok, ordíthatok, és senki nem fogja azt mondani, hogy hát igen, azt a viszkit, ugye, az miatt van az egész. Hát de igen, az miatt van. Ez nagyon komoly példa volt, és ugye ebből a témából nagyon könnyen át tudnánk menni mondjuk esetleg Dorian Yates-re. Ja, hát igen. Na, ezt akkor még elmondom, és akkor ez mindjárt érdekesebbé teszi ezt az egészet. Persze a negatív hozzáállók azok meg azt fogják mondani, hogy na fúj, várjál, valaki így, valakivel volt szó ilyesmiről, magyar testépítő, nem biztos, hogy nálad interjú, valahol máshol, valami, és valahogy szóba került ez,
és egy olyan magyar testépítőről beszélünk, aki ugye egyértelműen csurig van teljesítményfokozókkal, ami minden más top magyar testépítő, és láttam valahol egy kommentbe, hogy valaki azt emelte ki, hogy hát kár volt erről a drog témáról beszélni, mert hogy az egésznek a varázsát ez így elrontotta, és azt hiszem marihuanáról volt szó. Na mindegy, mit is akartam? Ja igen, a Dorian Yates. Tehát, hogy most, hogy említetted, Las Vegasban mi csináltuk 2017-ben és 2018-ban egy ilyen Super League nevezetű, ilyen különböző súlyzós gyakorlatokkal tartított ilyen versenyzés, mint a olyan volt, mint Magyarországon a játékhatárok nélkül, tudod, hogy csapatok, csak egy súlyemelés van, súlyemelő gyakorlatok, és a csapatoknak a kim voltak mindig az eredményeinek kivezet. Na, és ebben kb. Fél évig részt vett, mint névadó, meg ott volt, meg vacsoráztunk, Dorian Yates. És járt oda Vegasba, háromszor találkoztunk, és olyankor mindig együtt lógtunk, volt egy ilyen verseny, és ennyi. Mentem vele Las Vegas legnagyobb strip klubjába is, mert ő mindenképpen oda akart menni, és ott ültem mellette úgy, hogy, mert máshol nem volt hely, már úgy értem, hogy több hely nem is volt, úgy ültem mellette, Dorian mellett, hogy a farmerünk összeért, és közben a lány táncolt neki az ölében. Tehát ez is megvolt, de a témához kapcsolódva, Dorian Yates, amikor megérkezett Las Vegasba, nem tudom honnan jött a géppel, de Európából, akkor ott beszélgettünk a City Athletic Clubba, körülbelül a harmadik mondata volt az, hogy aztán valami jó cuccot tudsz, úgyhogy így intéztünk neki ott. Úgyhogy ennyi, és ezt nem úgy kell képzelni, hát gondolhatod egy ilyen Dorian Yates is, hogy oda jön reprezentálni, a cégével elmennek ide-oda, hú, és akkor elmegy az épület mögé, és szétbassza magát, érted? Így fogják föl. Szerintem igen. Hát, Pisti, millió dolog lenne még, mert egyszerűen... Hát majd valamikor csinálunk egy második részt. Túl sok, de megmondom neked őszintén, tényleg úgy ültem ide, hogy mondom, édes jó Istenem, ez egy katasztrófa lesz, azt se tudom, hol vagyok. Én se nem nevettem még ennyit soha interjú alatt, de még nem éreztem soha ilyen jól magam. Pisti, köszönöm neki. Rengeteget tanultam tőled, jegyzeteltem fejben, és borzasztóan hálás vagyok, hogy ezt elfogadtad. Megmondom őszintén, nem voltam benne biztos, hogy fog elsülni, mert ugye az én fejemben te a 20 éves német Pisti voltál. Sok minden változott azóta. Meg tettem, hogy ahogy mondtad te is, ugye az arrogáns német Pisti, és mondom, én meg még ráadásul álmos is vagyok, mondom, hogy fog ez összejönni. Nem csak, hogy 180 fokosan iszonyúan kellemesen csalódtam, de eszméletlen jól éreztem magam, úgyhogy borzasztóan köszönöm neked ezt a két órát. Örülök neki, hogyha jól érezted magad, én is nagyon jól éreztem magam. Aztán figyelj, még akár ugye az életútról is, de egyébként más dolgokról is, persze, hogy tudtunk volna még beszélgetni, de figyelj, majd valamilyen másik alkalommal, akár ezt az utat követve, vagy, mert ugye arról sokszor nem volt, szívesen valamikor akár szakmai dolgokról is, ugye, beszélhetünk. Edzősködés, online coaching, profi versenyzés, hazaköltözés, lockdown, okay. Millió dolog itt van nekem, úgyhogy én azt mondom, nézzük meg, hogy az emberek ezek után hogy iratkoznak le az én csatornámra. Jó, ugye akkor amit mondtam, hogy ugye kommentelőknek is, akkor ezáltal, hogyha későbbiekben valamikor folytatjuk, akkor már írhatjátok itt is, hogy miről szeretnétek még hallani, hogyha ez tetszett, akkor miről akartok még beszélgetni velünk, ugye egy interaktív, vagy ha valami szerintetek nem jó irányba ment, mint például ez, akkor így beszélünk másról, érted? Úgyhogy így ti is részt vehettek a műsor szerkesztésében. Rendben. Köszönöm mindenkinek, neked még egyszer, hogy itt voltál. Sziasztok! Én is köszönöm, sziasztok!